Sziasztok! Szép napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a programozás órákat. Ezúttal a vektorban fogunk dolgozgatni. Elkezdtük még korábban egy részbevezetés a programozásba órán, meg volt egy kis ismétlés múlt héten. Azt fogjuk most befejezni. Pontosabban folytatjuk, és egyre inkább közelítünk a felé, a fajta vektor felé, ami a Standard Template Library-be is benne van. Ezzel akkor el is állulom, hogy egy kicsit belekóstolunk már ma a generikus programozásba. Egyelőre még csak olyan felvezetés jelleggel, majd az elméleti oldalát jövő héten két hét múlva fogjuk pontosan, mert ugye jövő héten nem lesz szóra, szóval két hét múlva fogjuk felvezetni, illetve átbeszélni, és akkor ott már tényleg megnézzük, hogy pontosan a C++ Standard Template Library milyen elveken alapul, és hogy hogyan is működik prezentáció. Ez most egy kicsit hosszabb lesz a szokásosnál, de ne ijedjünk meg, mert a legtöbbet ki fogjuk próbálni forráskódban is, csak hát ugye kell egy prezentáció is azért, mert csak előadás van, és azért kell erről beszélni. Elkezdjük megírni a generikus vektort, nagy részt be is fejezzük, és nagy, nagyban fog hasonlítani a, a arra a vektorra, ami a az sta van, de azért nem teljesen jó, mert azért van egy-két olyan dolog, ami ami nem biztos, hogy itt most olyan izgalmas lenne, de nagy rész lesz. És ugye ez szó szóval egy kicsit ilyen resource managementről, illetve kicsit a biztosabb, biztosabb lábakon álló memória kezelésről, és ezeket meg is nézzük majd a, a vektorban. Na, és akkor ugye template vektor, meddig is jutottunk el, ugye nagyjából megírtuk úgy, hogy, hogy double-ökre működjön, tehát ugye emlékeztek, a teljes vektor csak double-ökre működött, Hát ez kezdetben jó is volt. Alapvetően így is szoktuk, hogy megírunk valamit, így, hogy először, hogy egy típusra működjön stabilan, és utána lépünk tovább, hogy működjön az más típusokra is. És akkor tulajdonképpen itt annyi a felvetés, hogy mi szeretnénk megmondani, hogy milyen típusú legyen az a vektor, hogy milyen típusú elemekre működjön az a vektor. És akkor hát ugye most double okra működik, de szeretnénk, hogy intekre is, hónapokra, rekordpointerekre, rekordok vektorára működjön, vagy karakterekre, vagy bármire. Jó? Ezt hívjuk úgy, hogy az elem típusa, tehát a vektor elemének a típusa, a vektorosztály paramétere lesz, tehát paraméterezni fogjuk a vektorosztályt egy típussal. Jó. Hát ugye nyilván beépített és user defined típusokra is kellene, hogy működjön, és azért ez föl fog vetni néhány problémát, amit le is fogunk tudni kezelni, de nem szaladok előre. Jó ugye ez a template vektor, meg úgy általában a templétek a generikus programozás eszköze C++-ban igazából tényleg jövő héten lesz generikus programozásról bővebben szó, illetve arról, hogy milyennek így az elméleti háttere. Hívjuk ezt ilyen parametric polymorphismnek is. Igazából itt a lényeg az, hogy típusok és függvények paraméterezhetősége típusokkal és egészekkel, de ezt is majd megmutatom, hogy hogyan is működik. Jó, hát alapvetően ö, sok helyen használjuk a fontosabb teljesítmény, ugye ez ö, alapvetően azért lesz nagyon ö, hatékony, mert ö, fordítási időben fog eldölni, hogy milyen típust ö, típusra specializáljuk az adott ö, típust vagy függvényt, és ö, ez igen hatékonyá fogja tenni ezt a ezt a megközelítést, illetve ezt a, ezt a fajta alkalmazását a vektornak. És nyilván ott használjuk a fontos a flexibilitás. Fogunk erről beszélni megint generikus programozással kapcsolatban, amikor szeretnénk, hogy legyenek sokféle tárolóink, legyenek sokféle függvényeink, amik ezeken a tárolókon működnek, és legyen ez lehetőleg ö, annyira flexibilis, hogy nem kell nekünk minden egyes típusra külön-külön elkészítenünk, külön-külön megírnunk, jó? De generikus programozás részletesen jövő héttől lesz. Jó. Na és akkor itt látunk egy-egy ilyen template definíciót, egyrészt itt egy típusra, másrészt pedig egy függvényre. Nézzünk ezekre is majd példát, most csak tényleg így fölvillantom, ugye itt látjuk, hogy van egy template kújszó, a diamond operátorok között beírjuk, hogy mi legyenek, mik legyenek a paraméter, hát itt most van egy típus paraméter, illetve egy integer paraméter, hát hogy ezt mire használjuk, ezt nyilván majd az osztály mondja meg. Ugyanígy függvénynél is, hogy itt is van egy típus, illetve egy integer paraméter, és ezeket tudjuk használni, hát itt most éppen még egy ilyen generikus buffer referenciát is adunk át, csak hogy bonyolítsam a helyzetet de mondom, ezeket is majd szépen részletesen a gyakorlati részben át fogjuk beszélni. Jó. És akkor ugye van az, amikor specializáljuk ezt a templétet, tehát létrehozunk egy példányt ebből a sablonosztályból, vagy templétosztályból. Hát például itt van a buffernek egy példánya, itt látjuk, hogy karakter típusra és 1024-es integer paraméterrel Fogjuk specializálni, fogjuk példányosítani. Jó. És akkor itt ugye, itt van, látjuk, ez a típusparaméter, a karakter, az integer paraméter pedig 1024 lesz. Jó. Függvényeknél itt akkor már az a szerencs, hogy ez itt a fordító már automatikusan ki tudja következtetni azt, hogy milyen. Milyen template paraméterekre működjön a függvény. Itt látjuk azt, hogy ugye a bufferünk az karakter és 1024-re működik, hát akkor nyilván ez a függvény, ez a fél függvény is itt ilyenre fog működni. Jó. Na, és akkor ugye a template Vektor, ugye hát hogy hogyan is tudjuk ezt? Látjuk, hogy ugyanígy itt van egy class Vektor. Tehát ez eddig ugyanaz, mint volt, és akkor itt ugye a vektorosztálynak a deklarációja, definíciója, attól függ, hogy hogyan írtuk meg, csak elérjük, hogy template class t, jó, ugye a class lesz a, tehát a t lesz a típusparaméter, és akkor innentől kezdve használhatjuk double integerre vektor, integer, integer vektorokra, hát amit úgy... Hát szokás mátrixnak is hívni, de azért ez nem teljesen ö, egyértelmű. Maradjunk annyi, hogy az integer vektorral paraméterezett vektor ugyanígy karakterre, double pointerre, vagy ö, double vector pointerre is működtethető. Jó. Na de hát, ugye ez eddig szép és jó, de hát, hogy mi történik a vektorosztályon belül, hogy kellett módosítani. Ugye így néz ki a double vektorunk, tehát jelenleg itt állunk, nagyjából, de majd megnézzük persze a forrást, és itt látjuk, hogy ugye maga az elem pointer, amivel az elemekre hivatkozunk, egy double pointer, Ugye? Itt látjuk, hogy a memóriakezelés is ugye double-ökre van, tehát itt, amikor memóriát foglalunk, itt, amikor memóriát felszabadítunk, bár mondjuk ez éppen mindegy is lenne, de amikor hozzáférünk, látjuk, hogy itt egy double referenciát adunk át, vagy egy const double referenciát, attól függ, hogy, 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 hogy hogyan is használjuk. És hát nyilván, ha más típusra használjuk, mondjuk karakterre, akkor az így fog kinézni. Látjuk, hogy itt akkor egy karakterpointert kell nekünk fölvenni, karaktereknek foglalunk memóriát, illetve egy karakterreferenciát adunk vissza a vektorba. Na most, nyilván ezt azért nem túl kényelmes így minden egyes típusra megírni, hát nyilván nem is lehet, ezért mondjuk azt, hogy ez működjön minden T-típusra, vagy mond, minden olyan T-típusra, ami kielégít valamilyen feltételt, és erről a feltételről majd hamarosan fogunk beszélni. Annyi a különbség, hogy ugye nyilván elírjuk, hogy template class T, vagy template type name T, mindjárt megnézzük, és innentől kezdve itt már egy T-pointer lesz, téknek fogunk helyet foglalni, és majd itt pedig egy T-referenciát fogunk visszaadni, ugye amikor hozzáférünk az adott elemhez. Jó. És ami történik, hogy ugye amikor készítünk egy példányt, akkor ugye megmondjuk, hogy az milyen típusú legyen, a fordító pedig arra a típusra fogja kigenerálni a mi kis forráskódunkat, és arra fogja Igazából nekünk a példányt is létrehozni. Jó. Oké. Is. Na, de hát azért ez föl fog vetni problémákat, mert hát nincs ingyen ebéd, mert tök jó, hogy, hogy itt tényleg típussal tudunk paraméterezni, és akkor mindenféle típusra működik. De azért vannak problémák. Alapvetően a gyenge hiba kezelés az, ami, ami itt előjön. Ugye ez a úgynevezett késői hiba jelentés, hogy linkelési időben ö, tudjuk a hibát elkapni, tehát ö, fordítási időben ö, még nem biztos, hogy, hogy ezek a hibák látszódnak, sőt általában nem szoktak, és ö, linkelési időben látjuk. Na most, ugye a program fordítása az úgy történik, hogy először lefordítjuk a forrásfájlokat, ugye a object kódokat, majd azokat linkeljük össze egy futtatható állományra. Most csak nagyon sematikusan így elhadarva. Eh, És eh, nagy szoftverrendszereknél eh, azért ez hosszú időbe, telik hosszú időt vesz igénybe. Eh, sok esetben tényleg ilyen, ilyen 10-20-30 perceket, órákat vehet igénybe, eh, mire egy, egy szoftvert lebilldelünk, lekompálolunk. És eh, amikor már linkelési időben eh, kapjuk el a hibát, addig lehet, hogy fél órát ügysörgünk fölötte tehát nem szerencsés, nem szerencsés. Próbálnak ezen javítani, ugye említettem ezeket a modulonkénti fordítást, meg ilyesmit, de még azért ez, ez, ez nem most lesz. És ugye az, hogy minden egyes templétnek definiáltnak kell lennie, minden fordítási egységben, ebbe sem mennék most olyan részleteibe bele. A lényeg az, hogy ezeket a template definíciókat ki szoktuk tenni headerökbe, de hát említettem én ezt már szerintem, hogy, hogy a C++-nak tényleg ez most egy ilyen gyenge pontja, hogy, hogy ezek az inkludok, meg header meg szóval nem, nem kényelmes dolgoznak rajta, a következő szabványban már valószínűleg benne lesz a megoldás, de most még így kell használnunk. Jó. És akkor egy pár ilyen javaslat, hogy mindenképp igyekezzünk használni olyan library-ket, amik templétesek, tehát mindenféle típusra működnek. Nyilván itt azért, azért nem mindenhol van ez értelmezve, persze, de igyekezzünk ezt használni. Például a C++ Standard Library ilyen, ilyen a vektor, már a beépített, a miénk majd csak később lesz ilyen, illetve ilyen ez a szort függvény, de millió dolgot meg fogunk nézni a fél év hátra jövő részében. Tényleg már unni is fogjátok, hogy, hogy hogyan is működnek ezek a ezek a templétes ö, függvények és konténerek. Jó. És hát kezdetnek, tényleg egyszerű templéteket írunk, ezzel gyakoroljunk, hát most ö, már órán meg fogunk írni egy kis, nagyon kis egyszerű ilyen, ö, hát ilyen templét tömböt. Tényleg egy nagyon egyszerűt, egy nagyon egyszerű kis függvényjel, ö, illetve hát megírjuk majd a vektort, ami azért már annyira nem is egyszerű, de azért még szerintem itt progédjen simán belefér. Jó. Oké, is, na, és akkor előjön egy ö, nagyon fontos kérdés, amiben sajnos nem tudok most mélységeibe belemenni, mert ö, hát nem is feltétlenül illik progédjen, illetve egy nagyon hosszú ö, folyamat, és nagyon hosszú téma, mégpedig ez a Type Safety ebbe a. Az esetünkben. Ugye látjuk, hogy itt, és majd meg is csináljuk, hogy a vektorosztályunkat típussal paraméterezzük. És itt ugye fölmerülhet a kérdés, hogy oké, okay, de hát mégis milyen típus, hogy mindenféle típusra jó ez, hogy 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 mindenre működnie kell, meg hogy, hát, hogy is van ez. És ugye, hát mi még. Nagyjából ezt fogjuk használni, bár már az új verzióját is, hogy itt egy új konceptet kell bevezetnünk, hát nem kell, de nem árt, hogyha van. Ha, amivel azt deklaráljuk, hogy mit, milyen típusúnak kell lennie ennek a tének. Ez még a korábbi verzió, tehát látjátok, itt amis, ez még a C14es koncept verziója ennek a Type-Safety-nek kell itt egy, egy úgynevezett feltételt adnunk, tehát hogy milyen legyen ez a T-típus, minek feleljen meg. Látjuk, hogy ez igazából egy ilyen, hát predikátum függvény. Tulajdonképpen visszaad egy igazat vagy egy hamisat, hogyha az adott feltételnek megfelel. Könyvbe pillancsatok rá, a tankönyvünkben benne van én nagyon röviden kifejtve. Igazából most itt a vektorbe ezt bele se fogjuk írni, mert nagyon sok ilyen feltétel van aminek meg kell felelni. Gondoltuk arra, hogy, 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 hogy hogyan példányosítható egy objektum, hogyan rendszerezhető egy objektum, hogyan tudjuk mondjuk sorba rendezni az adott objektumot. Tehát nagyon sok mindenre kell itt azért gondolni, és nagyon sok feltétel előjöhet. Mi a legegyszerűbbet fogjuk használni, igazából nem is különösebben térünk ki erre, csak tényleg meg akartam említeni, hogy azért ez ez előjöhet. Jó, és akkor itt látjuk, hogy egy ilyen compile time type predikátumot ad, tehát egy alapvetően egy context függvény, és tényleg a feltételeket vizsgálja, amik ebbe benne vannak feltétel, ha megfelel, igaz, ha nem, akkor hamissal tér vissza. Na, és akkor ennek van egy újabb ö, verziója, ez a Constraints and Concepts, ez már a C++ as szabványban van. Ez a könyvben nincs benne, itt tudtok utána olvasni, direkt belinkeltem, hogy, hogy meg tudjátok nézni. Ebben már tényleg nem fogunk foglalkozni, mert ez ö, már, már tényleg haladóbb ö, téma. egyen azért ez, ez most még szerintem nem ér, nem jelentős, nem fontos erről beszélni, csak mindenkit meg akartam említeni, hogy, ö, hogy azért nem egyszerű ez, és hogy a Type Safety az ugye beszéltük, hogy egy fontos dolog, hogy odafigyeljünk rá. Hát ezzel ennek segítségével jobban oda tudunk figyelni. Jó, rendben van. Na. Tudunk integerekkel is paraméterezni, ezt ki is fogjuk próbálni. Itt egy picit fejlettebb örei típust fogunk elkészíteni, már olyan értelemben fejlettebbet, mint ez a sima kis beépített C és Ráhúzunk egy pici kis struktúrát, és akkor lesz olyan lehetőségünk, hogy N elemre példányosítsunk tömböt, ami mondjuk eddig is van, mert eddig is volt erre lehetőségünk, csak most már így a, a struktúrán belül tudjuk úgymond a méretet is kicsit kezelni. Ugye a sima tömböknél erre nincs lehetőség, a sima tömb ugye nem tudja, hogy mekkora. Itt ez egy picit fejlettet tömb, de hát tényleg ezt csak a példakedvéért nézzük meg, egyébként ezt használjuk, mert minek használnánk, ha ott a vektor. Ugye. Nyilván ami korlát, korlátozó itt, hogy fordítási időbe tudnunk kell itt is a méretet, tehát nincs mese, itt, itt tudni kell a méretet, de egy picit talán jobb, itt látjuk is, hogy például el lehet kérni a méretét, egy fokkal már kényelmesebb mint a sima tömbünk. De ki fogjuk ezt is próbálni. Jó. A lehetőségünk van függvényeket is típussal paraméterezni. Ezt is ki fogjuk próbálni, ez egy sima olyan függvény, amivel ki tudunk írni valamit, egy konténernek az elemeit. Látjuk, hogy itt például példányosítjuk vagy meghívjuk a függvényt integer vektorra, meghívjuk double vektorra, illetve ilyen integer őrére is. Jó, és szépen mindegyikre működni fog, feltéve, hogyha az adott konténerben van size tag, akkor meg főleg, erre mondtam azt, hogy azért nem mindegy, hogy milyen típussal paraméterezzük, meg kell felelni bizonyos feltételeknek, de ezek a hibák még azért most itt beleférnek, most itt beleférnek, meg fogjuk ezt is nézni. Lépjünk a következő témára, ami a resource management, és tulajdonképpen itt arról lesz szó, hogy mi is hát, az az erőforrás, nyilván valamilyen eszköz, amelyet le kell foglalnunk, majd fel kell szabadítanunk ugye ilyen lehet a memória, ugye ezt nézegettük is, ugye amikor a hípen foglalunk memóriát, ugye ezt fel kell szabadítanunk, amikor már nem akarjuk használni, tehát explicite ezt nekünk kell valamilyen módon szabályoznunk, lefoglalunk valamilyen erőforrást, majd fölszabadítjuk. Ugye a foglalás alapvetően történhet sokféleképpen, ugye beszéltük, hogy a, a ilyen rai szempontból a konstruktorokban a legjobb ö, ezeket lefoglalni, tehát amikor példányosítunk, amikor inicializálunk, akkor foglaljuk le az erőforrásokat, és amikor végeztünk, akkor hát úgymond a destruktorba pedig elengedjük, ö, felszabadítjuk ezeket. És akkor itt látok pár példát, ilyen memória, különböző zárak, párhuzamos programozásnál majd beszélünk róla, ö, fájlok, ö, szredek, szokkitek, ablakok, bármi ami erőforrás lehet valamilyen szempontból. Na. És akkor erre nézzünk majd egy kis példát, ugye itt látunk már egy ilyen kis kódot, és ugye, hogy van valami kis függvényünk, lefoglalunk memóriát, majd felszabadítjuk. Na de azért ez nem túl jó így, mert mi történik itt közbe, ugye? És ugye itt azért ez problémákat fog majd felvetni, ezekről fogunk most beszélni. Ugye? Például egy ilyen nagyon egyszerű kis dolog, ugye mondtam azt legelőször, hogy mi van, hogyha elfelejtjük a delete-et. Ugye? Tehát ez lett az első dolog, és hát ez bizony benne van. Nem csak az, hogy elfelejtjük, hanem azért bonyolultabb kódoknál már benne van az, hogy hát nem igazán tudjuk azt, hogy most akkor fú, itt lefoglaltuk, akkor hol szabadítjuk föl? Ez egy nagyon egyszerű kis függvény, egy nagyon egyszerű kis valami. Itt nyilván azért nem felejtjük el, de máshol elfelejthetjük. Ez az egyik. Akkor mi van, hogyha valamilyen feltétele, mondjuk például itt, átállítjuk másra a pointert? Hát igen, itt akkor már már valami nem úgy fog történni, hogy kell, tehát ez a pointer mondjuk mindentől máshova mutat. Hát igen, ez is egy probléma. Jó. Másik dolog az, hogy egyszer nem jutunk el a függvény végére, tehát korábban returnerlünk, mint ahogy deletálnénk. Ezt is megnézzük majd. Ez se szerencsés, nyilván, tehát ez is, ez is problémás. Akkor mi lehet még? Hát, mondjuk itt elkezdünk másolgatni, ugye? És mondjuk a, a subscript operátor dob egy hibát, ugye? tudjuk, hogy a subscript operátor nem dob hibát a valóságba, mert az a add függvény, de mi van, hogyha valami történik itt a másolás közben, olyan elemre hivatkozunk, ami nem létezik, dobunk egy exception megint nem jutunk ide a, a, a delete-ig. Hát ez megint probléma. Vagy hogy nyilván itt bonyolíthatjuk a dolgot, és akkor mondhatunk egy quick fixet, hogy mondjuk tegyük be a problémás részeket egy try-catch blogba, vagy egy try blogba. Ugye itt látjuk, hogy hát oké, okay, és akkor a catchbe itt elkapjuk, és a catchbe fölszabadítunk. Aztán tovább dobjuk a, a, a dolgot tehát újra dobjuk a kivételt. Hát, na jó, de ezt azért szisztematikusan nem olyan jó csinálni, ha egyáltalán lehet. Ez így nagyon nem szép. Egyébként meg, hogyha ha nincsen kivétel, akkor meg meg elengedjük a memóriát, hát nem tudom, nem a legjobb. Megnézzük ezt is. Jó, és akkor itt van egy resource management dolog, egy nagyon egyszerű és általános megoldás, ugye ez a resource acquisition is initialization, vagy RAI magyarul, ugye, vagy azt is mondhatjuk, hogy hogy scoped resource management, tehát amikor tulajdonképpen a, a scope, fogja meghatározni az, hogy hogyan történjen a resource management, és akkor itt tökéletesen látszik például a vektornak a, a, a példáján, hogy ugye konstruktorba foglalunk memóriát, destruktorba pedig felszabadítjuk a memóriát, tehát ez már, ahogy megírtuk a vektort, befogom, vagy ugye korábbi alkalomkor, akkor erre pont választ is adtunk, tehát ez egyfajta megoldása lehet a dolognak. Jó. Másik oldalról megközelítve a dolgot, előfordul az, hogy olyan függvények vannak, amivel elkészítünk egy objektumot tulajdonképpen. Látjuk itt, hogy egy vektor pointerrel térünk vissza, és van ez a makevec függvényünk, tehát amivel egy vektort készítünk el. Hát itt foglalunk neki a hépen memóriát, már felvetődhetne, hogy minek, de majd megnézzük ezt is. Tehát foglalunk a hépen memóriát, majd ezt a visszaadjuk a hívási helyre. Hát, oké, okay, de akkor meg ennek a függvénynek a használóinak kell emlékezni arra, hogy ott fel föl kell szabadítani. Tehát nyilván előfordul ilyen, tényleg millióért látni, hogy, hogy külön függvénybe föltöltünk egy vektort, vagy valamilyen objektumot elkészítünk, tehát egy függvény fogja ezt nekünk végrehajtani. De ugye, hogyha a hípen foglalunk így e memóriát, akkor azt valahol föl kell majd szabadítanunk, és hát a userek pedig gyakran azért ezt elfelejtik, oda kell figyelni, de még mindig nem a tökéletes megoldásnál vagyunk. Jó. Ami érdekes lehet, és ez egy új dolog, új eszköz, ezt meg is fog, ki is fogjuk próbálni, ez a Unique Pointer. Ez a Unique Pointer, ez egyfajta ilyen Smart Pointer, többféle Smart Pointer van, mi a Unique-kal fogunk most csak itt foglalkozni. Alapvetően az a feladata, hogy ö, tulajdonképpen felügyelje azt, hogy használjuk-e még azt az adott pointert, vagy sem. És akkor hogyan használjuk? Látjuk, hogy itt egy ilyen unique pointer példányt fogunk készíteni. A unique pointer példánynak meg kell mondani, hogy milyen típusú legyen ez a pointer, tehát ez is egy generikus ö, típus tulajdonképpen, típussal tudjuk paraméterezni, látjuk, hogy itt egy ilyen integer vector pointerrel fog működni ez a unique pointer, itt lefoglaljuk neki a memóriát, ott belül a unique pointer klasszon belül valami történik, és igazából nekünk csak elég annyi, hogy ezt visszaadjuk, ezt a unique pointert. Alapvetően azért jó ez nekünk, mert a unique pointer osztály destruktorába felszabadítjuk a memóriát. Tehát a Unique Pointer osztálynak a destruktora fogja, fogja, végezni a, az erőforrás jelen esetben a memória felszabadítást, tehát a usereknek nem kell odafigyelni, hogy menjen a delete, nem kell a user kódba delete-elni. Jó? Tehát a Unique Pointer úgymond birtokolja, onz az objektumot, és automatikusan felszabadítja, automatikusan kitölli, hogyha már nincs rá szükségünk, Értsd, amikor a szkóp végére ér a vezérlés. Így jó. Oké, és ennek van egy még jobb verziója, mégpedig a Make Unique. Uh, igazából ez is uh, hasonlóan működik, csak még egyszerűbben uh, uh, vezére, uh, vezényelhető a dolog. Látjuk, hogy itt uh, a Make unique a... a Visszatérése tulajdonképpen már megadja, hogy milyen típusú legyen. Tehát még jobban le van egyszerűsítve, még jobban látható, még kényelmesebb. Én ezt javaslom, ezt is ki fogjuk próbálni, ezt is megnézzük, és látjuk, hogy itt egy ilyen unic pointert adunk vissza ebbe a mékvekbe. Én ezt javasolnám használatra, ez tényleg egy nagyon kényelmes, nagyon hasznos kis eszköz. Nem kell így se odafigyelni arra, hogy delete-eljünk és ami még itt még plusz belőjön, hogy még new sincs a user kódba, tehát látjuk, hogy itt tényleg csak egy típus paramétert adunk át, tulajdonképpen ennél, ennél egyszerűbbet álmodni se lehetne, még new sincs így a, a user kódban. Jó. Oké, és ami még viszont még egyszerűbb, és tényleg ezt tudjuk használni. Ez a ugye a move, tehát a mozgató szemantika ezt is megnéztük, a legjobb, ha semmilyen pointerünk nincs, tehát ha lehet, akkor ne legyen semmi. Ugye itt ebbe az esetben látjuk, hogy egy vektorral térünk vissza. Tehát tempo interrel, elkészítjük a vektort, itt föltöltjük, vagy csinálunk vele valamit, bűvészkedünk, és simán csak visszaadjuk. Nyilván, hogyha a vektorunkban van mozgató konstruktor, mozgató szemantika, már pedig van, akkor ez szépen, gyakorlatilag minimális erőforrás használattal, csak szépen visszaadja a hívási helyre a vektort. Jó, de tényleg szépen át fogja mozgatni a hívási helyre. Ez a legegyszerűbb, ez a legtisztább. Nyilván, hogyha nincsen mozgatásunk, akkor más a helyzet, de ez így szerintem rendben van. Hogyan is néz ki ez a RAI a, a mi vektorunkban? Ugye memóriafoglalás a konstruktorban, szépen van nekünk egy menedzsmentünk, többféle szempontból, ugye méret, access, ezeket megnézegettük, ugye amikor át tudjuk méretezni, tudunk neki plusz memóriát foglalni, tudjuk az elemek, elemeket kezelni, hogy hogy legyenek, hát úgymond ez a management, erre odafigyelünk, hogy ez rendben legyen. Aztán destruktorba pedig ö, felszabadítunk, um, ugye alapvetően azért, mert ö, így akkor automatikusan tudjuk kezelni a, a, azt a memória területet, amit a vektor lefoglal, mi ugye amikor készítünk egy vektor példányt, lefoglaljuk neki a memóriát, ugye amikor ha menedzseljük a dolgot, tehát növeljük a méretet, vagy csökkentjük, akkor megint e, vagy felszabadítjuk, vagy lefoglalunk neki plusz memóriát, ahogy éppen a, a, logika diktálja, és amikor már nem használjuk a vektort, tehát a scope végére ír a vezérlés, amiben deklaráltuk, akkor felszabadítjuk a memóriát. Ez tényleg egy nagyon kényelmes, nagyon egyszerű megközelítése a dolognak. Jó, ez egy speciális eset, ugye ez a Scoped Resource Management, e, ahol csak lehet, így használjuk. Tényleg egyszerű, olcsó, úgymond a hiba és kivételkezelés is tök jól működik. Nyilván amikor mondjuk valamilyen kivételt kapunk így a futás során, akkor hívódik ezeknek a szkópos objektumoknak a destruktora, tehát ezzel nem kell nekünk foglalkozni, ez rendben van. És akkor itt pár ilyen erőforrást megint felsoroltam, nem tudom pontosan miért, de legalább látjátok megint. Memória, fájlok, -ok, szokitek, IO connectionök, különböző zárak, szálak, widgetek, nagyon sokféle ilyen erőforrásokról beszélhetünk. Jó, na lássuk, mi van még itt. Ugye különböző szabályoknak, Kellene itt megfelelnünk, Ugye az alapvető szabály az, hogy amikor a vezérlés a végére ér, minden teljesen megkonstruált objektum és subobjektum, tehát olyan objektumok, amiknek tagjai vannak, tehát objektum tagjai vannak, azoknak a destruktora implicit meghívásra fog kerülni. Jó? Egy objektum pedig akkor teljesen megkonstruált, hogyha a konstruktora lefutott tehát teljesen lefutott. Ugye előfordulhat az, hogy a konstruktor dob hibát, tehát konstruktorba kapunk kivételt. Ezt is megnézzük majd, hogy hogyan tudjuk lekezelni, mert nem triviális, de azt akkor kézzel nekünk le kell tudnunk kezelni. Már a konstruktoron belül. Nyilván, amikor már használjuk a példányt, akkor feltételezzük, hogy ez rendben van. Tehát akkor már nem kell vele foglalkoznunk, de amikor mi írunk, mi írunk osztályokat, akkor erre oda kell figyelni. Jó rendben van. Na, és akkor ö, megnézzük majd ezeket is, ugye itt megint látjuk, hogy, ö, hogy van nekünk ezek még függvényünk, ugye itt a nyúval foglalunk neki helyet, itt valamit csinálunk, ö, feltöltjük, itt keletkezhet kivétel. Ö, itt, amikor a Pét kitörőjük, rendben van, dobunk tovább, tehát alapvetően ez így, rendben is van. Nyilván itt azért nagyon sok minden történhet, és akkor ennek kapcsán pár ilyen garanciáról kell is majd beszélnünk, és akkor át is jövök erre a következő diára. Ugye háromféle szintet tudunk itt megkülönböztetni, így a RAI kapcsán ugye van az alapvető garancia, amikor azt mondjuk, hogy a, a trycatch miatt a mégvek függvény vagy sikeresen lefut, vagy kivételt dob. Jó, ez az alapvető garancia. Tényleg ezt alapvetően minden ö, kódnak, amit írunk, tudnia kell. Jó, függetlenül itt most a mékvektől, ezt tudnia kell. Tehát erre oda kell figyelni. Tehát vagy lefut sikeresen, vagy kivételdob. Van egy erős garanciánk, ez a második szintje a dolognak. Ugye az alapvető garancián felül az adott függvénynek, vagy kódrésznek ö, garantálnia kell, hogy minden látható, elérhető változó. Tehát ami a függvényben nem lokális, mondjuk globális függvények, a hiba után ugyanolyan értéket vesz fel, mint ami a függvény hívása előtt volt. Tehát, mintha mi se történt volna. Jó? Ez az erős garancia. Hát, mondjuk gondoljunk arra, hogy itt van a mékvek függvényünk, kívül vannak valamilyen globális változók, amiket használunk mondjuk mondtam, hogy globális változókat igyekezzünk ne használni, de néha benne van a pakliban, hogy nem tudjuk elkerülni. És igazából itt arra kell gondolni, hogy ha itt a függvényen belül ezeket a globális változókat megváltoztatjuk valamire, valahogyan, akkor egy kivétel esetén, ha itt valahol a, a tryblockban kivételt kapunk, ezeket a változókat vissza kell állítanunk, vissza kell tudnunk állítani arra az értékre, ami azért volt, hogy a függvényt hívtuk. Jó. Ezt hívjuk erős garanciának. Ez tényleg azt, hogy úgy gondoljatok rá, hogy minthogyha meg se hívtuk volna a függvényt. Jó, tehát olyan szintre kell visszaállítanunk a, a, a program állapotát tulajdonképpen. Jó. Ez az erős garancia, illetve van egy no-through garancia, hát alapvetően az, hogy írjunk olyan kódot, ami nem dob kivételt. Ugye? és ebben lett kerüljük a Sru, a new és a referencia típusokra a dynamic cast használ, tehát ugye a new-t azt megoldjuk, a dynamic cast most nem nagyon fogunk nézegetni, mert hát talán volt a, a guiná, de nem tértünk ki rá részletesen, nem olyan fontos az most nekünk, illetve a fru használatát kell kerülnünk, ezeket megoldjuk. Alapvetően, ami a standard template library-be vannak eszközök, azok ezt a no garanciát biztosítják, tehát azok nem fognak kivételt dobni, tehát olyan a kód, hogy az rendesen jól működik. Ugye a generikus vektor kapcsán azért pár probléma előjön. Ugye első ilyen probléma, ezzel fogunk foglalkozni gyakorlati részben, hogy hoza, hogyan kezeljünk egy olyan típust, aminek nincs alapértelmezett konstruktora, hogyan adjunk neki alapértelmezett értéket. Ugye hosszú utat tettünk meg azért, hogy, hogy odafigyeljünk arra, hogy mindig legyen valami egy, egy változónak alapértelmezett értéke, legyen alapértelmezett állapota egy objektumnak. Ugye nem szeretjük ezeket az inicializáltan értékeket, random változókat. Előfordulhat az, hogy, hogy hát egy olyan Típussal próbálunk paraméterezni egy, egy vektort, ami, aminek nincs. Például itt van ez, látjuk, egy, hogy ez az egy konstruktora van. Hát ezt hogyan tudjuk lekezelni? Meg fogjuk majd nézni a Resize-on, dolgozunk majd egy kicsit, de alapvetően itt nyilván meg kell ezt majd oldanunk, meg fogjuk ezt is nézni. Jó, és akkor látjuk, hogyha itt szeretnénk egy tízelemű vektort, aminek ami olyan típusú van ráadásul paraméterezve, aminek nincs alapértelmezett konstruktora, akkor hibát fogunk kapni. Ez alapvetően már egy, egy jó, jó megközelítés, legalább kapunk egy fordítási hibát. Jó, aztán nyilván egy üreset meg fogunk tudni csinálni. Ugye beszéltük, hogy az üres vektorban nincsen memóriafoglalás se, gyakorlatilag úgyhogy ez megint csak rendben van. Nyilván, amikor mondjuk újra méretezzük, és így azzal a konstruktorra készítjük a példányt, amilyen van, ez így megint rendben lesz. Jó, tehát látjuk, hogy itt az integeres konstruktort használjuk. Ez így szuper. Megnézzük ezt is hamarosan. Jó. Oké, és akkor ugye a másik dolog, hogy ha végére érünk a programnak, felszabadul el a memória tulajdonképpen az a fő probléma itt, hogy meg kell birkoznia egy a mi Vektorunknak meg kell birkózni olyan adatszerkezetekkel, amelyben inicializált és inicializáltan memóriát is használhatunk. Ugye beszéltük is ezt, hogy ugye nem akkora memóriaterületet foglalunk le, ahány elemünk van, hanem valamivel többet. Ugye, és így dinamikusan fogjuk ezt használni, hogy ha több memóriára van szükségünk, akkor foglalunk egy kicsit. Nem szerencsés az, hogy minden egyes alkalommal, amikor mondjuk a pushback-kel hozzáadunk a vektorhoz egy új elemet, foglalunk új memóriát, átmásoljuk a új memóriaterületre, felszabadítjuk a régit, ez nagyon erőforrás igényes. Ezért bizonyos méretű memóriaterületet használunk, és ha az elfogy, akkor megduplázzuk a rendelkezésre álló memóriaterületet, és utána már csak azt használjuk. Jó? Ha az is elfogy, akkor megint megduplázzuk a memóriaterületet, és így szépen dinamikusan használjuk. Na igen, ám de azon a részen, ahol nincsen nekünk elemünk csak azért foglaltuk le, hogy ne kelljen minden egyes lépésbe lefoglalni. Ott valamilyen inicializált memóriaterület van, tulajdonképpen ott majd, hogy nem csak ilyen administratíve tartjuk nyilván, hogy ott van valami. De ez ugye nem szerencsés, ez azért okozhat problémákat, és erre fogjuk bevezetni az allokátorokat. Ez egy generikus eszköz, amivel memóriaterületet tudunk foglalni tetszőleges objektumnak. De ezt majd megnézzük, hogy pontosan hogyan működik. Alapvetően itt van egy nagyon kici, kicsi kis, hát minta ennél sokkal komplexebben működik azért a dolog, de itt van nekünk ez a kis allokátor klassz, egy ilyen kis sémája. Ugye van egy allokate függvényünk, ami N-darab objektumnak allokál memóriát. Tulajdonképpen itt tényleg csak arról van szó, hogy szépen lefoglalja azt a memória területet. Igazából semmi különöset nem csinál. Ami itt érdekes, az a konstrukt függvény, ami pedig létre fogja hozni azt az objektumot abban a memóriaterületben. Jó, tehát ez fogja megkonstruálni, létrehozni, példányosítani azt az objektumot, amit ö, mi abban a memóriaterületben szeretnénk használni. Ennek van a másik oldala, ugye egyrészt ö, Ugye a diallokét, ami ugye felszabadítja a memóriát, end memóriát teletet fog felszabadítani, ugye a destroy pedig egy elemet fog tudni nekünk felszabadítani. Jó. Tehát a diálokét a teljes memóriát felszabadítja, a destroy pedig úgymond hát elpusztítja azt az egy, egy elemet, ami, ami amire itt ezzel a pointerrel hivatkozunk. Jó és hogy hol kell ezt használnunk, hát majd a Vector Reserve-be meg fogjuk nézni, hogy, hogy tehát a Reserve függvénybe fogjuk ezt aktívan használni, ott kell majd nekünk sokat hekkelni, de egyébként a teljes vektort át fogjuk írni ilyen allokátorosra. Jó. Bővebben az allokátorokról a SCPP könyvben, tehát a nagy C++ könyvben, ráadásul annak egy függelékében olvashattok. Hát akinek vannak ilyen ambíciója, az nyugodtan pillancson rá szerintem érdemes ezzel egy kicsit időt tölteni, hogyha tényleg ugye a haladó C++ memória kezelésre gondolunk, meg úgy általában a haladó memória kezelésre, akkor érdemes ezeket az allokátorokat megnézegetni. Szerintem egy kis időt érdemes rászánni. Jó. Na. És akkor így fogjuk használni tényleg ezt megnézzük kódba, meg fogjuk írni. Alapvetően egy picit így bővülni fog ugye a template paraméter listánk. Lesz ugye egy T, a típus, tehát a T lesz az a típus, amilyen a vektor lesz, és fogunk hozzá használni egy allokátor típust, ami az adott T típusnak egy ilyen allokátor objektuma lesz tulajdonképpen, és ezt itt belül úgymond tagként fogjuk kezelni, és például hát itt látunk egy ilyen kis allokátorost, hogy itt simán csak hívjuk az allokét tagját, ugye amikor memóriát akarunk foglalni, illetve hívjuk a konstrukt tagját, amikor létre akarjuk már konkrétan hozni az adott objektumot, ugye a destroy taggal felszabadítjuk a memóriát, a adott elem, hát nem is a memóriát szabadítjuk fel, bocsánat, hanem az adott elemet pusztítjuk ki, úgymond a a memóriából, ugye a diállokéttel pedig felszabadítjuk a memóriát. Jó, ezeket fogjuk használni. Ami itt még probléma, de lehet, hogy itt a preziben nem, ebben most még nincs benne, ugye az ez, ezt is meg fogjuk javítani, ugye ilyen puszérpointereket pointereket nem szabad, nem szerencsés benne hagyni, úgyhogy ezt át fogjuk írni a unique pointerre, majd megbeszéljük azt is, hogy miért, ugye alapvetően az, hogy látjuk, hogy itt allokálunk memóriát, szuper, és itt, hát létrehozunk objektumokat. Viszont itt látjuk, hogy hát, tulajdonképpen ez egy másolás, alapvetően, tehát átmásoljuk a, a régi memóriaterületre, az új memóriaterületre az objektumokat, és hát itt bizony, keletkezhet kivétel. Tehát itt lehet hiba, itt kaphatunk egy kivételt. És ha itt kapunk egy kivételt, akkor ez a memóriaterület, terület ez el fog szivárogni. Jó? Úgyhogy ezért lesz az, hogy ezt berakjuk egy unique pointerbe, így hogyha itt, itt esetleg kapnánk valamilyen kivételt, akkor sincs semmi probléma, mert akkor a unique pointernek a destruktora szépen föl szabadítani ezt a allokált memóriaterületet, és hát ha más nem memória szivárgásunk legalább nem lesz. Alapvetően ez lesz a fő sodorvonal. Egy dolgot fogunk még beleírni ma, reményeim szerint belefér majd az esti sessionbe. Az pedig, hogy még jobban illeszkedjen a, az STL-hez, tehát a Standard Template Libraryhez hez a mi kis vektorunk. Mégpedig iterátort fogunk beleírni. Csak nagyon röviden mondom, hogy mi az iterátor, mert igazából majd jövő hét a következő alkalommal fogunk róla beszélni, jövő héten nem lesz szóra, ne felejtjétek, tehát két hét múlva. Fogunk erről pontosabban beszélni, hogy ez miért is jó, miért is érdekes. Alapvetően annyi, hogy egy iterátor pár leír egy szekvenciát, ugye a, a begin mutat az első elemre, az end pedig az utolsó utáni elemre, és tulajdonképpen ezeknek az iterátoroknak a segítségével tudunk bejárni konténereket. Igazából itt most nem kell különösebben bonyolult dolgokra gondolni, ugye plusz plusz tudjuk léptetni az egy következő elemre, ugye a, a, a csillagoperátorral tudunk értéket elkérni, tehát hogy, hogy mi az értéke, ugye erről tanultunk ez az access, vagy de referencia, ugye akkor a egyenlő egyenlő van rá értelmezve, hogy, hogy két iterátor ugyanarra az elemre mutat-e vagy sem, és vannak fejlettebb iterátorok, amik Egyéb műveleteket is támogatnak, mi egy ilyen nagyon egyszerűt fogunk elkészíteni. Ami nekünk most lényeg, hogy tulajdonképpen ezek ilyen nagyon egyszerű pointerek, csak picit fejlettebb módon vannak használva, egész egyszerűen a Standard Template Library-nek egy nagyon fontos részei, konténereket tudunk velük bejárni. Egyelőre legyen ennyi elég, és akkor két hét múlva megbeszéljük részletesen. És akkor ahhoz, hogy ezek működjenek, szükségünk van ugye ilyen begin és end tagfüggvényekre, tehát ami visszaadja ugye a legelső elem címét, illetve az utolsó utáni elemnek a címét. Ezeket fogjuk használni, illetve az, hogy ilyen különböző value type és iterátor típusaink legyenek, úgymond és ezzel már teljes mértékben fog tudni illeszkedni a mi kis vektorunk a standard template library is vektorhoz. Tehát más nem mondjak, tényleg mondjuk egy range for loopot meg tudunk írni, de ezt majd mindjárt megnézzük. Ami még kell, hogy legyen, hogy legyen egy ilyen irész, irész meg függvényünk, ez is van a STLS vektorba, megnézzük ezt is, kis gyakorlásként, szerintem ártani nem árt, rápillantunk. Jó. És akkor ugye, hogy az insertnek alapvetően hogyan kell működnie, ugye nyilván arra kell figyelni, hogy ugye van nekünk egy elemünk, akkor ha oda beszúrunk egy újabb elemet, akkor megfelelő helyre mutassanak ezek a, az iterátorok, nyilván egy ilyen vektoriterátor segítségével fogjuk ezeket majd bejárni, és ugye itt különböző léptetgetéseket tudunk, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy megfelelő pozícióban legyenek ezek az iterátorok, és tényleg erre kell odafigyelni, hogyha beszúrunk egy elemet, mondjuk itt beszúrtuk a, a 99-et, akkor utána a q, q az megfelelő állapotban maradjon, megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk, tudjuk meg, megoldani. Jó. Hasonlóan az irészel is, itt is, hogyha mondjuk egy elemet kitörlünk, akkor ugye odafigyelve, hogy, hogy tényleg a többi, többi iterátornak, pointernek az állapota is rendben legyen. Nem egyszerű, de meg fogjuk nézni, hogy, hogy ezt hogyan is kellene. Jó. Amire még lehetőségünk lesz, ugye, hogy különböző féleképpen be tudjuk járni a vektort, ugye egyrészt lesz ez a klasszikus, sima forciklus, ugye, sima integeres, mondjuk az, hogy miért integer, ez is egy jó kérdés, de erre is majd kitérünk. Át fogunk térni egy ilyen SciStyke nevű típusra, tulajdonképpen ami csak egy alias lesz, de megnézzük, hogy ezt hogyan kell. És lesz lehetőségünk ilyen iterátor típussal is bejárni. Hát ennek lesz majd egy ilyen tömörebb verziója is. Az, az ennek a célja, hogy tényleg ismerjük mindkét verziót, ugye az iterátorost és a subscriptet. Megnézzük, a subscript gyakorlatilag minden nyelvben elérhető, ugyanígy csináljuk jávától kezdve c sharp szinte mindenhol. Ugye iterátor van C-ben és C++-ban, hát C-ben sima pointernek hívjuk. Alapvetően itt is sima pointer, csak picit kultúrát abban tudjuk használni. Ugye ilyen standard library algoritmusoknál használjuk, illetve a subscript nem működik listákra, mert ott ott az, az nem használható. Jó. Jelentős különbség nincs teljesítményben, hogy a subscriptet vagy az iterátort használjuk. E, igazából, ha lehet, akkor meg a size-type-ot használjuk integer helyett, de majd erre is kitérünk, hogy miért. Alapvetően igazából ez inkább csak konvenció szempontjából fontos. De megnézzük itt is. Jó és akkor lesz lehetőségünk erre is végre, tehát a mi kis vektorunkba ugye meg tudjuk tenni azt, hogy ilyen range for megyünk végig a, a vektoron. itt van ez az iterátoros, itt van ez a value type-os range for loop, de ugye használjuk az autó típust is, autó referencia típust. tök jó, ez a legegyszerűbb ugye ciklusok esetében, és ez iterátorokat használ, tehát annyit csinál, hogy minden elemet, bejár, begin és end között, tehát ugye a, a vektor eleje és vége között, nyilván egyszer megyünk csak végig, és ö, egyszerre csak egy elemet tudunk ö, használni. Jó. Hát igen, és itt az elem helyét, tehát hogy éppen hanyadik elemnél járunk, ezt nem tudjuk ö, kezelni, hát annyi baj legyen, hogyha szükséges, akkor használjuk a sima subscriptes integeres megoldást, vagy size type megoldást. Először akkor írjuk meg ezt a kis örejét, tehát a mi kis saját ilyen haladóbb tömbünket, amiben tudjuk az a a, a méretét kezelni. Tehát akkor template szó ugye a diamond operátorok között pedig szépen felsoroljuk a típus paramétereket. Hát egyrészt lesz nekünk egy típus paraméter, illetve egy integer paraméter. Jó. Utána tényleg a szokott módon elkezdjük írni a mi kis típusunkat, és ezen a típuson belül hát tulajdonképpen már otthonosan mozgunk, alapvetően minden hasonlóan működik, a tagok, tagfüggvények, minden. Ugye ami különbség, hogy itt T típusú örét fogunk létrehozni, és N darab elennek. Na most ne zavarjon össze senkit, ugye nyilván ezt fordítási időbe fogjuk tudni. Jó? Tehát látjuk, hogy ez amúgy egy sima tömb, egy sima őrei, semmi különös, tehát egy ilyen sima alap, pucér tömb, csak ugye t-típusú tömb, tehát a paraméter érkezik, ugye innen a, a típus paraméterből, a szám pedig a n, hogy hány elemű legyen, az pedig az integer paraméterből. Jó. Írjuk meg, és akkor. Mm, beszélünk róla. Ugye kellene egy subscript operátor, ami egy ilyen t-referenciát ad vissza, tehát az n-edik elemre hivatkozó t-referenciát, és az n-edik elem, így van, és ennek megírjuk gyorsan itt a const correct verzióját is. Így van. Illetve ö, egy size tagot, hiszen ez le napojén. Hogy tudjuk szépen kezelni a méretet. Bifanna, köszönöm. Mindig elfelejtem. Jó. Na hát eddig alapvetően semmi különös semmi különös. Próbáljuk ki, készítsünk egy példányt. Készítsünk egy példányt. De milyen példány legyen? Hát legyen először is egy ilyen integer típusú két elemű, és ez pedig legyen egy sima ilyen int hát legyen a neve int array, és ezt tudjuk paraméterezni, pontosabban tudunk neki így kezdőértéket adni. Legalábbis emlékeim szerint ennek működni kell, de mindjárt kiderül. Jó, csináljunk egy double is. Mondjuk ez legyen ötelemű, és legyen meglepő módon double array a neve, és ennek is adjunk kezdőértéket. Na, hát így akkor van kétféle tömbünk, van egy integer arrayünk, meg egy double array Na, hát járjuk be ezeket. És ugye amit nekünk nagyon kényelmes, hogy ugye van size tagunk, tehát tudjuk használni a size és szépen itt kérjük az int az i elemét, mert hogy ugye megírtuk ugye a Subscript operátort is. Oké, és csináljuk meg ugyanezt a debőre is. És próbáljuk ki, hogy működik-e. Mert az nagyon fontos. Na, most már jónak tűnik, tűnik. és szépen itt ki is írja, és be is járja nekünk. Mi történik itt, mit látunk? Ugye beszéltük azt, hogy ugye ezeknek az elemeknek, eh, pontosabban ezeknek a tömböknek ismerünk kell a méretét fordítási időben, hát akkor hogy van az, hogy ide nem kell konkrét számot megadnunk, hát de megadjuk csak itt. Üm, és ugye mondtuk azt, hogy ezek a templétek fordítási időben kerülnek specializálásra, úgymond. Tehát ellentétben azzal, amit tanultunk mondjuk objektumorientált programozásból, hogy ugye futási időbe dől el, hogy melyik, hát hogy példát mondjak, hogy melyik drawlines hívódik, ugye az futási időbe dől el, itt fordítási időbe dől el az, hogy a májöré az milyen típusú, és hány elemű legyen. Tehát amikor lefordítjuk a programot, egy olyan már MyRA fog létrejönni, ahol itt int van, itt intreferencia van, itt konst intreferencia van, itt pedig kettő van. Jó? Ez az egyik interray. A másik ugye a double array, akkor ott meg létrejön egy olyan más array, ahol itt double van, itt double referencia, double, const double referencia, és 5. Tehát egy ötelemű tömb, ötelemű double tömb, egyébként a másiknál meg egy kételemű integer tömb. Jó, de ez már fordításkor kiderül. Tehát nem akkor, amikor én lefuttatom, hanem amikor már lefordítjuk, ezek már ott megvannak. Szoktuk ezt ilyen fordítási idejű polimorfizmusnak is hívni, de nem érdekes ez most. A lényeg, hogy ez fordításkor már kiderül. És ezért tud nagyon hatékony, nagyon gyors lenni. Készítsünk egy generikus inkább úgy mondom, hogy template függvényt, jó, mert a generikus függvény azért egy picit ennél több. Készítsünk egy templétes függvényt. Hasonlóan e, indul a dolog. Ugyanúgy e, meg kell mondanunk, hogy lesz nekünk egy ilyen T típus nevünk. E, de igazából ez lehetne Q is, teljesen mindegy. E, csak én T-t írok. És innentől kezdve pedig a függvény gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. A függvényünk pedig csinálja azt, hogy kírja egy konténernek az elemeit. Viszont akkor ne T legyen már, hanem legyen C. Csak mert akkor egy kicsit egyértelműbb, hogy konténerről van szó. És itt egy konstans C referenciát fog várni a, függvényünk. És egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy itt a szokott módon kírjuk az elemeit. Így van. Tehát egy nagyon egyszerű kis függvény, csak simán kír elemeket. Jó. Na és akkor ezt próbáljuk ki a mi e, példányainkra. Tehát simán csak hívjuk a printoutot. Egyrészt az intörére, másrészt pedig a double re Ugye ezt tudjuk, hogy ez két különböző típusú konténer. Ugye ez egy integer array, ez pedig egy double array, mint ahogy a neve is utal rá. Tehát két különböző típusú paraméterrel fogjuk hívni. Nézzük meg. Jó, és látjuk, hogy szépen ki is írja nekünk. Ami még ilyen bónusz, hogy ennek, bizony működnie kéne vektorra is. Hát nézzük meg. Ráadásul ezt a sima standard névtérbeli vektort. Hát, vagy, hát legyen a sima, mert most ez lehet, hogy névütközést okozna. És akkor csináljunk egy sima integer vektort. Ugye a szokott módon. És akkor hívjuk meg erre is a printoutot. Hogy akkor mi történik. És ezt is kiírja. Jó? Tehát látjuk, hogy ilyen sima vektorra is működik. Sima integer vektorra, értem, szerint nyilv nyilván működik double vektorra is, meg sok más egyéb vektorra. Hát limitáltan, de működik. Jó? És akkor így látjuk, hogy így tudunk készíteni egy generikus, euh, hát inkább tényleg template függvényt. template függvényt. Jó. Na de mi kell ehhez, hogy ez működjön? Ugye látjuk azt, és azért itt a, a, problémák följöhetnek így rögtön, hogy ennek a C-típusnak kell, hogy legyen ilyen tagja, tehát amivel ugye ez a subscript operátor, amit itt szépen elkészítettünk, illetve kell, hogy legyen size tagja. És akkor erre utalnék azzal, hogy, hogy tényleg kell, hogy, kell, hogy ezek, ezek a típusok, amivel ugye paraméterezzük a típusainkat, ezek megfeleljenek bizonyos feltételeknek, bizonyos kritériumoknak. Ezek voltak azok a konceptek, amikről előadáson beszéltünk. Én most tényleg nem megyek be, csak tényleg ilyen gondolatébresztőnek, hogy, hogy, oké, okay, itt paraméterezem egy típussal, de annak a típusnak van-e száz paramétere, van-e operátora, hogyan működik, hogy lehet bejárni, ilyesmi. Nézzünk meg még egy dolgot, mégpedig akkor ezt arra is. Memóriakezeléses e, problémát, amit itt felvetettem. Aktívan használjuk a copy-paste-et. Lassan kifutunk az időből. És akkor nézzük meg, hogy e, milyen problémák jöhetnek itt. Hát tegyük bele ezt egy track be mert majd itt lesz egy kis hibakezelésünk. Jó. Na, hát eddig semmi újdonság. Akkor nézzük meg ezt a memóriakezeléses, foglalásos, felszabadításos problémát. És akkor írjunk erre egy kis függvényt. Suspicious. Szerintem így kell írni. És akkor paraméterre átadunk két értéket. Csak hogy tényleg tudjuk egy kicsit próbálgatni. És akkor ugye itt mondjuk csinálunk egy olyat, hogy dinamikusan foglalunk memóriát, mondjuk, hát legyen s darab innek, tehát itt paraméterbe adjuk át, hogy hány darab integernek kell memóriát foglalni. Itt felszabadítjuk ugye p-t, és tulajdonképpen a függvényünk ennyi is, tehát alapvetően, és itt pedig hívjuk meg a függvényt mondjuk 5-re meg 1-re. Igazából mindegy. Persze mentsük el, mert az különösen fontos. És akkor ez legyen. Hát! Unique PTR, de majd ezt fogjuk ezzel fölvezetni. Na nézzük! Oké. Okay le is futtatjuk, jó, hát lefut, nyilván semmi nem ír ki, de akkor egy wallgrindot nyomjunk már rá, ugye ez az a kis segédprogram, amivel a memória használatot tudjuk ellenőrizni, kicsit kihúzom itt nektek, jó, hát program továbbra se ír ki semmit, de azt látjuk, hogy a ö, heap summary, hogy kilépéskor 0 byte, 0 block, tehát a programunk kilépéskor már nem használt memóriát, egyébként meg a futás során volt két allokáció és két felszabadítás. Jó, hát ez úgy helyén valónak tűnik, ami a lényeg, no leaks are possible, tehát nincs memória szivárgásunk. Remek. Na de, ugye ez az, amit mondtam, hogy egyrészt ezt el lehet felejteni, tehát úgy értve, hogy ne felejtsük el, nem könnyű elfelejteni, felszabadítani, tehát ez az első probléma, és ez azért néha elő is fordul. A másik meg az, hogy mi van, hogyha mondjuk sose ér oda a vezérlés, tehát mondjuk ha az x paraméterünk nulla, akkor dobjunk egy, egy kivételt, egy ilyen sima, sima exception, most mindegy igazából, hogy miért. Hát ha ez így fog működni, viszont akkor nem lesz így vad tagja, úgyhogy simán csak kiírok egy error-t. Na lássuk, Oké, és jó, tehát alapvetően továbbra is jól működik a program, mert ugye az x az nem nulla, de most ha átírjuk nullára, ugye, akkor itt már lehetnek problémák, és azért ez látható, hogy itt oké, kírja az errort, tehát dobtuk a kivételt, ugye, tehát ide ugrott a kecs részre a vezérlés, tehát innen ugrottunk a catch részre, tehát így sose járt a vezérlés, ugye a delay-nél. És akkor itt látjuk, hogy van három allokációnk, két felszabadításunk, és kilépőskor használtunk 20 byte 20 byte memóriát. És akkor itt látjuk a League summary hogy, hogy itt el is veszett 20 byte memóriánk, tehát bizony memóriaszivárgásunk van. Ami hát a legtöbb programban nyilván megengedhetetlen, tehát itt ez már fölvet nekünk problémákat. Jó. Hát, nézzük még egy kicsit tovább, hogy mit lehet tenni. Ugye alapvetően erre már lehetne használni egy unique pointert, de akkor szerintem célszerűbb lenne a vektor kapcsán megnézni ezt. Ezt így itt hagyom nektek, majd föl fogom tenni a tárolóba, hogy itt tudjátok egy kicsit rákcsálni. De akkor menjünk tovább, és akkor ezt cseréljük ki arra, amit mondtam. Tehát, hogy egy mégvek függvénybe mondjuk föltöltünk egy vektort, ugye, amit említettem is, hogy sokszor előfordul az, hogy egy objektumot elkészítünk egy függvényben, tehát egy függvényt használunk arra, hogy elkészítsünk egy objektumot. Hát próbáljuk ki akkor ezt. Alapvetően, hát itt paraméter már nem fog kelleni elvileg így van és itt egy vektor pointert fogunk visszaadni hát most sima int vector pointer lesz lehetne ezt is generikusra, de maradjon most egy sima int pointer és akkor hívjuk ezt a suspicious függvényt de itt ha már van egy pointerünk, amit átadunk akkor ezt csináljuk is meg akkor ennek adjuk át értékül. Tehát itt akkor ez lesz a lokális. Itt majd mindjárt írunk valamit, valamit csináljunk is vele. Most tényleg csak annyit, hogy akkor készítsük el ezt a vektort. Std. vektor int, és az alapkonstruktor jó lesz, és akkor itt föl kéne töltenünk. Hát, hogy csináljuk? Simán olvasgassunk be értékeket. És ezen belül csináljunk majd egy kis hibát. Tehát annyit kéne csinálnunk, mondjuk, hogyha az i nem nulla, miért is ne, akkor az esélybe SI dobjuk be ezt az értéket. Ugye simán push be kell hozzáadjuk a vektorhoz. Egyébként meg dobjunk egy kivételt. Ugye, ahogy az imént is csináltuk, és itt most annyi lesz a különbség, hogy ugye itt nem töröljük ki, hanem visszaadjuk esít, Jó? És akkor esít a hívási helyen meg fog jelenni. Pontosabban a pointer, ugye. Na tehát, mi történik? Létrehozunk a hípen egy vektort, már ez is kicsit fura, de hát legyen. És ugye arra egy pointerrel fogunk tudni hivatkozni, ez a integer vektor pointer lesz ez a lokális esély. Ugye itt föltöltjük a vektort, tehát amit itt létrehoztunk a vektort, azt szépen föltöltjük. Hogyha nullától különböző értéket adunk meg, akkor simán hozzáadjuk a vektor végéhez, ha nullát, akkor pedig kivétel dobunk. Jó, rendben van. Visszaadjuk esét, és akkor itt pedig szerintem csináljunk egy kiírást, nem mintha muszáj lenne, de miért is ne. Oké. És simán csak írjuk. Hát itt használjuk az etet. Az et taggal úgy kényelmesebb egy kicsit. Ugye abban van hiba kezelés nem mint ha most kellene. És ugye, mivel hogy ez egy pointer, meg nyilván ez is, ezért ne felejtsük el felszabadítani. Delete VE-vel. Na, próbáljuk ki. Remélem nem írtam el. Nagyon, legalábbis. Jó, ez a unique pointer. Kettes verzió. Á, de elírtam. Igen, és akkor a névütközés az meg is jelenik, mert ebbe a headerbe van egy undorító uh, makró, úgyhogy akkor innen a standard névteret ki is kell dobálni. Jó, na reméljük most már így jó lesz. Oké, okay. mintha mi se történt volna. Uh, Oké, okay. és akkor futtassuk. Nézzük, mi történik. Adjunk meg értékeket. Q-val kilépünk. Eddig szuper. Jó. És amikor mondjuk nullát adnánk meg, akkor pedig kivétel dob. Na, de akkor ezt nézzük Walgreinddal is végig, mert ugye eddig az én nem olyan látványos. Öm. Jó. Tehát adunk be értékeket kilépünk, és itt írja is nekünk, hogy 7 allokáció, 7 felszabadítás, nem lehetséges memóriaszivárgás. Eddig tök jó, hát nyilván odafigyeltünk, hogy rendben legyen. Na most roncsuk el, és adjunk nullát, és akkor látjuk, hogy itt már bizony van memóriaszivárgásunk, valamennyi, és ez azért nagyon-nagyon nem szerencsés. Hát, az, hogy miért 24 byte, erre majd azért várom a megfejtéseket, azért ez nem egyszerű, de maradjunk annyiba, hogy van memória szivárgásunk. És akkor miért van? Hát egész egyszerűen azért, mert e, itt ugye dobtunk egy kivételt, ugye? És igazából soha nem adtuk vissza esít, tehát tulajdonképpen az a memória terület, amire esével hivatkozunk, az ugye itt, egyrészt itt maradt, másrészt pedig az esi lokális változó, hát tulajdonképpen megszűnt létezni, mondjuk az egyébként is, de itt legalább, hogyha nem dobunk kivételt, akkor itt szépen vissza tudjuk másolni a pointer értékét. Jó? Tehát a memória cím itt megjelenik. Viszont mivel, hogy ugye ide soha nem jött a vezérlés, mert ugye szrúva dobtunk egy kivételt, ezért a v nek soha nem lett értéke, az a memória terület, amit itt lefoglaltunk. Tehát nem is tudjuk dilítelni arról nem is szólva, hogy ugye innen rögtön a kecsre ugrik a vezérlés, tehát igazából még ez a Delete is se tudna lefutni, de ez már e, igazából részletkérdés. Jó. Oké. Na! És akkor lépegessük abba az irányba, hogy ezt megjavítjuk, és akkor utána a kérdésekre is hagyok időt ígérem. Jó, hát ennek mondjuk lehet, hogy a mékvek nevet kellett volna adni, de hát Istenem most már, ha így alakult, viszont menjünk tovább, és akkor tényleg lépegessünk a megoldás vele, kezdjünk el használni ö, unique pointereket. Hát, szerintem ezt is meghagyom itt nektek majd, hanem akkor a javítás sokat, hát lehet, hogy külön fogom szedni, és akkor biztos, ami biztos. Akkor itt van nekünk egy vektor pointerünk. Hát, ne haragudjatok, én ezt most itt kiszedem, mert a jó tudja, hogy Pontosan abban a headerben mi van, már néha magam se tudom. És akkor tényleg itt maradjunk ennél a standard vektornál, tehát a rendes standard névtérbeli vektort használjuk, biztos, ami biztos. Nyomok egy újra compile -t. Jó. Rendben van. Na, úgyhogy akkor tényleg itt vagyunk, és ö, picit akkor javítgassuk ezt a dolgot. Alapvetően itt nekünk most egy Unique pointert kell készítenünk. És ö, ugye paramétereznünk kell, hogy milyen típusú legyen ez a Unique Pointer, hát itt most egy ö, integer vektorra mutató unique pointert szeretnénk készíteni, ezért ezzel paraméterezzük, és nyilván adunk neki egy nevet, hát ez lesz most a V, és itt pedig a konstruktorába nyúlva foglalunk helyet ennek a vektornak. És ráadásul integer típusú vektornak, mert ugye így akarjuk használni. Jó, föltöltjük. Alapvetően ugyanúgy használható, mint hogyha ott se lenne. Tehát tényleg ugyanúgy használható, ugyanúgy tudunk hivatkozni a, a, tagfüggvényekre, tagokra, mint hogyha tényleg egy sima pointer lenne. És itt, amikor visszaadjuk, azt mondjuk, hogy a vét adjuk vissza, viszont release-eljük. Tehát hívjuk ezt a release tagot. Ezzel mondjuk azt, hogy a unique pointerből úgymond átadjuk a a tulajdonjogot, hogy úgy mondjam. Tehát mostantól ezt a pointert nem ez a unique pointer fogja birtokolni, hanem aki akarja. Jó? Tehát ezzel úgymond release azt a pointert, ami ebben a unique pointer példányban van. Na, lássuk, hogy kívül kell -e valamit esetleg hekkelnünk. Így első ránézésre szerintem nem, de mindjárt lefordítom, és kiderül. Ja igen, bocsánat, egy include lemaradt. Mégpedig a memory. Azt hiszem a memory headerben van, de már is kiderül. Így van. Na nézzük, mi történik. Mutassuk le. És akkor adjunk hozzá elemeket. q kilépünk. Szépen felszabadultunk. Oké, okay, minden rendben van. Na most roncsuk el írjunk nullát, látjuk, hogy dobja nekünk az errort, tehát a kivételkezelésünk működik, viszont nincs memória Tökéletes. Mi történt? Miért nincs memória szivárgásunk? Azért nincs, mert a Unique Pointer destruktora felszabadította azt a memóriát, amit itt lefoglaltunk a vektornak. Ugye, miért hívódott implicit a destruktor? Mert a through-val úgymond a scope végére ért a vezérlés. Jó. Mint hogyha tényleg egy sima vektor lenne, tehát nem pointer. Ha zruó akkor ugye hívódik a, a lokális objektum destruktora, mert ugye a scope értünk, tökéletes, felszabadult a memória. Jó. De még ez még mindig nem tökéletes, ez egy remek szemléltetés annak, hogy a unique pointerek hogy működnek. Oké, okay. de még mindig nem az igazi. Ö, még mindig nem az igazi mégpedig azért nem, mert lehetne használni a még és akkor most ez lesz a következő, amit megnézünk. Ezt is itt hagyom nektek, bár mondjuk kommentelek serényen, de akkor ez legyen a következő. Igazából ugyanígy működik, csak itt a standard névtérbeli make-unique függvényt kell hívni, mégpedig úgy, hogy megadjuk a típust, hogy milyen típusú ö, ellen, objektumra akarunk memória címet ö, kérni. Ja, függvényhívás operátort ne felejtsük el. Jó, és innentől kezdve tulajdonképpen ez még egy fokkal jobb, mert már new sincs a user kódba, hanem csak tényleg simán hívjuk a make-unique függvényt. De próbáljuk ki ezt is, biztonság kedvéért. Ez már a negyedik verzió. Oké, okay. csináljuk jól. Eddig jó. Most roncsuk el. Hiba, és megint szépen felszabadul a memória. Jó? Hát itt e, lényeges különbség nincs, tényleg az, hogy ez így még olvashatóbb, még e, jobb ez a megoldás, mert tényleg akkor nem kell itt a nyúlval vacakolni. tehát még jönik, megadjuk a típust, és rendben is vagyunk. Jó. Oké, de még mindig tudunk javítani két dolgot is. Egyrészt, hát ugye ezt a típus tudjuk, tehát simán tudjuk azt mondani, hogy ez legyen autó. Na, várjatok, elmentem új névem, csak hogy látszódjon. Tehát, hogy ez legyen automatikus. Mert akkor miért nem adunk már vissza egyből Unique Pointert? Ugye, mert miért probléma? Mert itt is el tudjuk felejteni, felszabadítani. Tehát simán, simán előfordulhat az, hogy mert itt ez megint egy pucér sima pointer, mert ugye itt releaseljük. Jó? Tehát megint előállhat az, hogy itt, itt akkor elfelejtjük. Tehát akkor csináljuk ma azt, hogy ez is unique pointer lesz. Így. Így módon. És akkor itt nem kell releaselnünk, hanem csak simán return v. Itt ugye a V megint csak legyen egy unique pointer, ugye, mert itt azt adunk vissza, de ha már itt ez unique pointer, ami ugye a függvényből kiderül, akkor itt is használhatjuk az autót, csak hogy egyszerűsítsünk a kódon, és akkor itt már nem kell a delete se, hiszen a unique pointer majd felszabadít. Na de nézzük meg ezt is. Így, próbáljuk ki jól, eddig szuper, és próbáljuk ki rosszul, még mindig szuper. Jó, és most itt két dolgot is látunk. Egyrészt az, ha elrontjuk, akkor is felszabadul a memória, illetve ha nem rontjuk el, akkor is felszabadul a memória, ha bár nincs delete. Jó, mondom azért, mert tényleg ez itt egy unique pointer, scope érünk fölszabadul a memória. Ugye, mert a Unique Pointer ö, osztály destruktora szépen felszabadítja a, 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 kezelt memóriát. Jó, rendben van. Unique Pointerekről ennyit, de mégis azért megmutatom a, a legegyszerűbb megoldást, amit már nyilván ismertek is, ami pedig nem más, mint hogy használjuk simán a vektornak a move szemantikáját. Csak itt akkor kell egy példány. Legyen V. Ugye akkor ez lokális példány, tehát nem nyíl kell, hanem pont. Pontosabban nem pointeren keresztül hivatkozunk rá. Ugye itt return a V-t. Akkor ha minden igaz, itt V az egy integer vektor lesz, ezt is kicseréljük, meg ezt is pontra, és ha minden jól megy, készen is vagyunk. Így van, utassuk le azért ezt is, tökéletes. És ez is remekül működik. Na, és akkor ugye ilyenkor mit használunk? Ugye beszéltünk erről is, ugye itt a mozgató szemantika, úgymond visszaadjuk. Hát, most van, hogy érték szerint adjuk vissza, de igazából itt a, a vektorosztálynak a mozgató konstruktora fog hívódni, üm, ugye itt, amikor visszaadjuk a, a függvényből a vektort. Tehát tulajdonképpen, amit a vektor lefoglal a hípen memóriaterületet, igazából csak annak a pointerét fogjuk ellopni ennek a lokális v vektornak. Meg az egyéb tagváltozóit, de azt igazából csak másoljuk. A lényeg az, hogy a, a move függvény a vektorosztályon belül dinamikusan foglalt memóriának csak a pointerét fogja lemásolni. Itt már úgyse fog kelleni a itt már úgyse használjuk a V-t, tehát igazából ezzel bajt nem csinálunk, sőt, ez így működik jól. Itt hagytuk abba. A múlt hét szombaton, az extra órán, hogy nagyjából volt egy vektorunk, amiben mindenféle konstruktor, memória kezelés, tudtuk, tudtunk az ettel ilyen hiba kezeléses access csinálni, illetve voltak ugye a memória kezeléssel kapcsolatos függvényeink, ugye ami a méretezésre voltak remekek, tehát reserve, resize, illetve a pushback, ezeket tudtuk használni. Aztán ezt jó ki is teszteltük itt ez a Test Constructors függvényel. Lehet, hogy akkor még a függvényt így nem írtam meg, de most egy picit csinosítottam rajta. Így tudunk debugolni az egyes konstruktorokat. Ez a későbbiekben is fontos lesz, hogy hogy a memória kezelésünk tényleg látszódjon, hogy hogy jól működik, a konstruktoronkon keresztül fogjuk ezt tesztelgetni. Na, oké, okay. és akkor az első dolog, amit megcsinálunk, és akkor ezt valahogy úgy kezdjük, hogy szokott módon ez a template, type name, T, ugye ez lesz egy, hogy minden T-típusra működjön, és akkor tulajdonképpen, ami eddig típusunk volt, azt most át kell itt tenni, hogy ilyen T-típusú legyen. Általában itt a felek ki szokott maradni, de hát, nem mondjuk lehetne ezt kicsit automatizálni is, de jó ez így most. Tehát első lépésként mindenképp ezt csináljuk, és akkor itt ugye az operátor az T-referenciát ad vissza, az ed függvény is T, referenciát vagy konstreferenciát referenciát ad vissza. Itt ugye a reserve-be tének foglalunk helyet, tehát minden tének. És szerintem az osztály ennyi. Viszont itt ugye a példányokat meg kell mondani, hogy milyenek legyenek. Hát a konstruktorokat szerintem teszteljük mindig öö, double -ökre csak azért, mert itt látjátok, az értékadások is arra vannak megírva, tehát itt a inicializáló listás konstruktorok is így működnek, és akkor én azt javaslom, hogy ne bolygassuk ezt, maradjon double, és akkor itt a diamond operátorba bedobjuk ezt a, hogy double típusú legyen, de megfelelő helyre, Ugye ez az, amit már úgy hívunk, hogy specializáció. Csináljunk egy double global vektort. Itt pedig nincs semmi. Na jó, fordítsuk újra. El kell volna menteni új néven. Na mindegy, majd így a fáj nevekkel most már jobban odafigyelek. Pushbackben. Ó, paraméter, persze. Így van, bocsánat. Köszönj, szóltál. Jó, na próbáljuk ki. Uh -huh. Kezdődik. Úgy lehet, hogy csak kimaradt valami. A, oh, igen, a függvény. Függvénynél kimaradt, hogy itt egy. Bocsánat, egy double típusú májvektorral térünk vissza. Reméljük most már a többi jó lesz. Jónak tűnik. Utassuk le. Jó, hát ez így ki valamit. Egyelőre ez még nem biztos, hogy olyan látványos. Ugye amiket itt kiírt, az itt a Test constructors -nak a egyes vektorai, ugye amit eh, ahol abba bajtuk tulajdonképpen a múlt alkalommal, tehát Ezeket az értékeket irattuk ki, esetleg készítsünk már ide, sőt lehet, hogy akkor most ezt a Test konstruktort nem is erőltetjük, hanem csak itt külön magunknak készítünk pár vektort, legyen egy Double. És akkor ennek adjunk pár értéket. Meg akkor írjuk is ki. Jó, illetve csináljunk egy ringeset. és ide pedig adjuk meg a mi neveket Jó és tulajdonképpen ez a kiírás itt meg fog nekünk felelni remélhetőleg. Csak ugye az SMV tagjait írjuk ki. Na nézzük! Oké, a program egyelőre jól néz ki mármint hogy lefordul, és fut is. Tökéletes. Tökéletes. Jó, hát double restringre működik, hamarosan megyünk tovább, és megnézzük, hogy másra hogyan is tudna működni. Pár ilyen probléma fölmerül, amit említettem is előadáson, mégpedig mi van akkor, hogyha ezt egy olyan típussal akarjuk paraméterezni a vektorunkat, aminek ugye nincs alapértelmezett konstruktora, tehát nincs alapértelmezett értéke, és ez lesz az első dolog, amivel egy kicsit jobban kellene foglalkoznunk. És akkor készítenék is ide egy ilyen egyszerű kis típust, és lenne egy konstruktora, egy ilyen intes konstruktora, ami nem biztos, hogy szerencsés de igazából tényleg csak annyi történne, hogy itt ezt átmásoljuk, semmi különös, tehát lenne egy ilyen konstruktora, csak azért, hogy, hogy így akkor nem nincs default. Na és akkor legyen két tagja, igazából tényleg teljesen mindegy, csak legyen valami kis látnivaló itt. És ugye itt a resize kapcsán, Ugye itt látjuk például, hogy ugye itt a double double-öknél ez, ez alapvetően jól működött, viszont itt most már ez nem fog jól működni, mert hát a no default-nál mit jelent az, hogy nulla. Szerintem ez még stringeknél sem működne egyébként, tehát hogy mondjuk ezt erre a string típusra hívnám a, a resize-t, akkor nem működne megfelelően. Úgyhogy akkor ezzel valamit kezdeni kell, mégpedig azt, hogy itt adunk neki egy plusz paramétert, amivel lehetővé tesszük azt, hogy valamilyen értéket át tudjon adni a user, tehát valamilyen alapértelmezett értéket. Jó, és akkor erre fogja beállítani. Viszont érdemes még olyat is megnézni, vagy olyat is megcsinálni, hogy ennek itt adjon egy alapértelmezettet, tehát hogy ez a paramétert így opcionálisá tegyük. Elmondom, hogy itt mi történik, mondjuk integer esetén. Tehát ha mondjuk ezt itt kiadjuk, akkor hívhatjuk a reserve úgy hívjuk a reserve hogy megadjuk az új méretet, illetve adunk itt egy alapértelmezett értéket, mit tudom én, mondjuk resize-oljuk 10-re, nulla alapértékkel. Hát ezt szerintem itt meg tudjuk, ki tudjuk próbálni a DMV-nél, tehát mondjuk VMV Resize, mondjuk legyen, hát legyen ötelemű, és inicializálja nullára az értékeket, és akkor most ezt írjuk ki ismét. Jó, és akkor látjuk, hogy itt kírja először ezt a hármat, tehát meg kírja az öteleműt, tehát a resize utánt, tehát 10,5, 10,3, 10,7, és ugye a két nullát, mert hogy erre inicializáltuk. Esetleg ezt kicserélhetjük egyre, úgyis jó lesz, és akkor egyre inicializáljuk. Így van, akkor egy lesz ott a, a, az érték. És hogyha ezt kicsit átírjuk úgy, hogy legyen mondjuk egy ilyen alapértelmezett, akkor ezt elhagyhatjuk, és akkor tulajdonképpen az adott típusnak a default konstruktorát fogja hívni, tehát az alapértelmezett konstruktorát. Hát, amilyen beépített típusoknál általában nullára inicializálást jelent, de már is megnézzük, opa, már is megnézzük. Így van, látjuk, hogy így akkor a hozzád a double értékeket nullára fogja inicializálni. Jó, na de mi a helyzet a mi kis no default struktúránkkal, tehát ha mondjuk ilyeneket akarnánk a vektorba tárolni, hát próbáljuk ki, no default, és akkor ez lesz az nd mv, és ilyenkor mi történik, amikor üres testtel akarjuk? Ez is egy nagyon jó kérdés egyébként. Próbáljuk ki. Hát ez most még működik, bár ez nem szerencsés, majd mindjárt megnézzük, hogy ezt hogyan lehet javítani. És ha mondjuk azt szeretnénk, hogy ezt resize és mondjuk legyen elemű, nézzük, hogy mi lesz. Itt ugye már kapunk egy hibát, itt pedig azt, hogy nincs olyan függvényünk, hogy no default, no default, tehát a no default default konstruktora hiányzik. Jó? Azért, mert itt, itt akarná hívni az alapértelmezett konstruktort, de hát ez nincsen. Jó? Alapvetően ez, ez így oké. Okay bár mindig mondjuk, hogy legyen alapértelmezett konstruktor is, ahol értelmezve van, ott, ott tényleg igyekezzünk csinálni, de ha nem tudunk, hát akkor nem tudunk, azt tudjuk csinálni, hogy akkor itt beállítjuk így explicit módon. Mondom én, ez így nem működik, hanem akkor tényleg be kell vezetnünk az allokátort, de amúgy remek észrevétel, hogy ez itt is probléma. Ez itt is probléma. Jó, akkor nem erőltetem ezt a dolgot, hanem akkor tovább lépünk, és akkor megírjuk úgy, hogy most már jó legyen. Pedig reméltem, hogy ezt még meg tudom mutatni. Viszont a resize kapcsán ez mindenképp, mindenképp előjön, hogy itt egy default value-t kell neki adni és ezt hát vagy megadjuk kézzel, vagy ugye az alapértelmezett konstruktorral. Kell egy allokátor, amit tudunk használni, ezt meg ugye ilyen template paraméterként fogjuk megadni, tehát ez az A típus paraméter lesz, és ezt ezzel az allokátorral fogjuk elkészíteni. Jó, tehát ezzel, ezzel igazából csak annyit mondunk, hogy ez az A, ez az a T-re alkalmazható allokátor típus legyen, és akkor itt el is készítjük, pontosabban itt az osztály tagjaként felvesszük, és szépen a memóriakezelést mindenhol átírjuk erre az allokátoros memóriakezelésre. Na és akkor ugye elkezdjük ott, hogy itt a konstruktorban az elempointer az most már nem így nyúval fog példányosulni, hanem azt mondjuk, hogy ez az all, ennek az allok tagnak hívjuk az allokét tagját, mégpedig es elemre, ez pedig azt mondja, hogy allokáljunk S elemnek memóriát, de hát miért olyat, amilyen az allokátorunk, tehát olyan elemnek, amivel amit ezzel az allokátorral el tudunk készíteni. Jó? Tehát látjuk, hogy itt van egy típusunk, ez a T, a, a, ezzel elkérünk egy allokátort erre a T-típusra, most nagyon konyha nyelven fogalmazva, és ez az A, ez egy olyan allokátor típusú objektum lesz, amivel létre tudunk hozni, memóriát tudunk foglalni T-típusú elemeknek. Jó, és innentől kezdve itt ez az allok már tudni fogja azt, hogy milyen memóriát, mekkora memóriaterületet kell e, itt létrehozni, memó, mekkora memóriaterületet kell foglalni. Jó, tehát minden információ, ami szükséges ahhoz, hogy memóriát kezeljünk, itt van nekünk az Allok objektumban. Hát ez meglehetősen kényelmes, ezt így szeretjük is használni, e, így használjuk. Jó, és akkor innentől kezdve, már nem így fogunk neki értéket adni, hanem azt mondjuk, hogy az alloknak hívjuk a construct tagját, ugyanis ez a construct függvény fogja nekünk ö, létrehozni, fogja nekünk tulajdonképpen az egyes memória területekre ö, létrehozni, úgymond az, ég, az egyes kis objektumokat. Jó, mert látjuk, hogy itt az explicit. Ö, tehát az egy paraméteres konstruktorral, azt mondjuk, hogy hozzunk létre egy tízelemű vektort, és azt a tízelemű vektort inicializáljuk is, tehát adjunk kezdőértéket minden egyes elemének. Ugye így működik ez a egy paraméteres konstruktor. És akkor ezzel az allokátorral ezt meg tudjuk tenni, hát, és a konstruktnak mit kell átadni? Egyrészt át kell adni a elemnek a címét, tehát ahova létre kell hoznunk magát a, az objektumot, illetve hívnunk kell az alapértelmezett konstruktorát a objektumnak, tehát a típusnak, amit tárolni akarunk a vektorban. Jó. Na most, ugye ez azért kell ilyen, hát nem mondom, hogy szép, de mindenképp működik, hogy az elem, tehát az ijedik elemnek kell átadnunk a memória címét. Jó. Hát mert ez is akár iterátorosan is, akár más, hogy most így használjuk. Nem mondom, hogy szép, de működni fog, remélhetőleg. Jó, menjünk tovább, és akkor javítsuk meg a többi helyen is. Itt is ugye hasonló módon kell eljárnunk. Itt ugye ez darab objektumnak foglalunk helyet, az allokéttel, itt is ugye e, igazából a construct-ot kell használni, tehát ez a copy most már nem lesz jó. Tehát itt is e, hasonlóan kell eljárnunk, mint az imént, tehát szépen így a construct-ot hívjuk, csak itt ugye ez darab elemre, Alloc construct elem itt, mi volt, ez így ugye jó lesz csak itt ugye nem a default konstruktort hívjuk, mert itt ugye másholnunk kell, hanem a listának egy elemét fogjuk, mégpedig, mert hogy ugye itt a listából másoljuk át, mégpedig ezt úgy csináljuk, hogy a listának használjuk az iterátorát, tehát a legelső elemtől kezdjük, és hozzáadunk mindig így, hiszen itt az ível lépkedünk, és akkor ezzel megmondjuk, hogy ide másoljuk, és innen másoljuk, viszont mivel ez egy iterátor, ezért ezt dereferenciálnunk kell, hiszen az objektumot másoljuk, nem pedig a pointert. Jó. Na tehát mit csinálunk? Konstruktál létrehozuk az objektumot, itt megmondjuk, hogy hova hozzuk létre az objektumot, és itt meg megmondjuk, hogy milyen értéket adjunk annak az objektumnak, amit ott, azon a memóriaterületen létrehozunk. Ez esetünkben pedig ez megvan, hogy milyen értékkel, hiszen itt az inicializáló listás konstruktorban ez benne van. Így jó. Remélhetőleg legalábbis nem rontjuk el de majd mindjárt kiderül. Oké, okay. akkor a két ö, kis sima konstruktorunk megvan, menjünk tovább, és nézzük a másolást. Másolás is ható, hasonlóan működik, ugye másoló konstruktornál megint csak ö, allokálunk, most ugye ismét ez darab elemnek, ugye, és itt megint másolnunk kell, És itt a copy megint nem lesz jó, hanem ugye megint a, a kell használnunk. Nullától megyünk s és szépen, hát hogy csináljuk ezt, ugye itt paraméterül kapjuk az, amit le kell másolnunk, tehát azt simán használhatjuk, nullától megyünk s Construct, azt meg van, hogy ide kell, és itt nemes es egyszerűséggel, csináljuk azt, hogy a paraméternek az ijedik tagját elkérjük. Jó, ugye ez egy referenciát ad vissza, hát konkrétan most egy const referenciát fog, mert ugye az objektumok is konst. de ezt így szerintem tök jó fogjuk tudni használni, tehát az értékhez hozzáférünk. És ugye ez lenne a lényeg, hogy az értéket, Elérjük. Jó, menjünk tovább. Nézzük az egyenlő, vagy a copy assignment-et. Hát itt ezzel nincs mit tenni, szerintem így se. Esetleg, itt, hát, de itt egy picit azért kell, ugye itt a, a másolás, ugye megint csak nem így működik, hanem ugye konstruktál. Tehát akkor itt a konstruktot megint használjuk. Ugye? Viszont. Így van, használjuk a konstruktot. Tehát ez okvetlenül kell, tehát ezzel fogjuk létrehozni. Viszont, hogyha. Ugye ez az az eset, amikor kevesebb elemünk van, amit másolunk mint amire másolunk. Ugye? Tehát látjuk, hogy a Argus az kisebb mint a Space, tehát az amit másolnánk, abban kevesebb elem van mint ahány memória területünk nekünk van. Úgyhogy itt azt kell csinálnunk, hogy ami azon felül van, azt viszont ki kell törölni. Úgyhogy akkor itt meg is nézzük, hogy akkor a hogy hogy működik a destroy. Tehát hívjuk a destroyt, mégpedig az elem íre. Így van. Tehát ez egész egyszerűen annyi, hogy van mondjuk egy tíz elemű vektorunk, és arra szeretnénk rámásolni egy öt elemű vektort. Nyilván a, az öt itt átmásoljuk, tehát itt fölülírjuk a, azt az első elemet, viszont ami az, ötöd, az ötödik elem után van, azokat fel kell szabadítanunk, azt a memória területet, tehát azt onnan ö, el kell tüntetnünk azokat a ö, objektumokat, ezt pedig ezzel a disztrolyjal fogjuk tudni megtenni. Látjuk, hogy itt az arg, eztől megyünk, eszig, tehát szájzig, szépen egyesével, és itt felszabadítjuk a memória területet. Pontosabban inkább úgy mondanám, hogy azokat az objektumokat kitöröljük a memóriából. Jó? Mert a space-t nem állítjuk át, tehát ugyanannyi memória területünk marad lefoglalva, mint ami ezelőtt is volt, csak tényleg ami a, a, a plusz elemek, tehát amik nem kellenek, azokat felszabadítjuk. Jó. Na nézzük meg az alapesetet. Ugye itt is akkor allokálni kell argesz darabnak. Tehát argesz elemnek fogunk ö, memóriát foglalni. Itt ugye elvégezzük a másolást. Ugye a kopia az megint csak nem jó. És akkor elem íre, és az Arg Arg íd így van, Arg íd nem bocsánat, nem LMI-re, hanem p re Igen, mert ide hozzuk létre egy előre, és majd itt fogunk szveppelni. Itt sweppelünk. Ja, tehát létrehozunk egy ilyen átmeneti memóriaterületet, arra bemásoljuk szépen a, a lemásolandó vektornak az elemeit, itt felszabadítjuk a, az előzőt, tehát azt mondjuk, hogy allok dialogét. Elem. Ugye itt ugye az elemet kell átadni, meg ugye a méretet. Tehát most már látjuk akkor a dialogként működését is. De átadjuk a pointert, meg az, hogy az hány elem, ahol mi ott, ott allokálva van, és ez itt szépen felszabadítja. Akkor ugye már a delete se kell, az administratív dolgok megmaradnak tulajdonképpen így, mert itt sweppelünk, itt pedig ugye a tagokat szépen beállítjuk arra, amire kell. Jó. Jó néz ki. Oké. Hát a mozgató konstruktor az szerintem nem változik, ott ugye csak ellopjuk a pointert, tehát ugye ellopjuk a reprezentációt, és nem felejtjük el kinullázni, az fontos. Hát csak a teljesség kedvéért akkor a space-t is nullázzuk már ki, csak hogy egyértelmű legyen. Jó, nézzük a mozgató értékadást. Öm, igen, mozgató értékadást. Itt ugye látjuk, hogy felszabadítjuk a régi memória területet, tehát akkor itt euh, először is hívunk egy destroy-t minden egyes elemre majd egy deallocated, ez ugye a size kell mennünk, igen, és átadjuk az ijedik elemnek a címét. Jó, akkor jöhet egy dialogét. Csak hogy tényleg felszabadítsuk a memóriát, és akkor itt pedig jöhet szépen a, 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 a lopás, úgymond, tehát hogy ellopjuk a, a, más, a mozgatandónak az egyes elemeit. Majd azt pedig szépen kinullázzuk. Hát itt a space még hiányzik. Oké. Okay. Jó, szerintem ez is rendben van. Oké, okay. akkor folytassuk a destruktorral. Ugye ezen is kell változtatnunk. ugye mert így se sima delete van nyilván, hanem akkor uh, itt is ugye uh, destroy diallocate Hát, és nagyjából meg is vagyunk, ugye még a Reserve meg a Resize függvényeknél lesz egy kis dolog, de ugye a konstruktorok megvannak, meg a destruktor, ugye hogy felszabadítsuk a memóriát, ugye ezt is meg kell tennünk. Jó, hát ezek a helper getter függvények, ezek maradhatnak így, itt nincs memória kezelés. Na és akkor jön a Reserve, a Resize és a Pushback, így van. Jó, na hát ez itt, ez a feltételez nyilván marad, ez egy egyértelmű. És akkor ezt kell átírnunk, hogy itt allokálnunk kell memóriát, mégpedig nyuallok darabot. Tehát nyuallok mennyiségűt, ugye amennyit a paraméterbe átadunk, ennyit kell. És akkor itt, konstruálnunk is kell. Hát lehet, hogy ide írom. Mert itt ugye az kell nekünk, hogy ugye ez darab elemet el kell készítenünk. Így van, így van. A P-i elemére és a az L-i ediket Jó, mondom, így van az L-i ediket Tehát itt ugye másolunk, tulajdonképpen itt ezzel ugyanazt csináljuk, ugyanezt csináljuk, tehát szépen lemásolgatjuk. Ezt akkor, amit lemásoltunk, ezt föl is kéne szabadítani. Tehát szépen végigmegyünk, felszabadítjuk. akkor felszabadítjuk a memóriát. Az nem kell forciklus. A deallocate. Elem. Tehát ugye az elem által mutatott memória címet. space méretben. Felszabadítjuk. Jó, hát így akkor már a delete se kell. És akkor itt pedig jöhet a swap, de ez pedig már így jó is. Na, eddig szuper. Akkor most jöhet a resize, és a resize-nál pedig, hát tulajdonképpen itt kell egy kicsit gépészkedni, mégpedig azt, hogy ugye hát tulajdonképpen itt létre kell hozni allokkal. Ugye, te konstruktál, bocsánat. hogy is vagyunk? Így van, az új méretnek. Na, csak sikerül végig gondolom. Tehát itt ugye azt csináljuk, hogy, hogy átméretezzük. És hát valószínűleg növelni fogjuk, tehát tegyük fel, hogy növeljük, akkor ugye egyrészt ezeket az új elemeket e, inicializálni kell erre a value-ra, tehát az ilyedik elemnek adjunk value értéket, és hozzuk létre, ugye, viszont ami e fölött van, hogy is van Viszont, hogyha csökkentjük a méretet, azokat meg föl kell szabadítanunk. Mert ugye itt a resize-ba csökkenthetjük is a, a vektor méretét, és akkor így módon azokat az elemeket pedig föl kell szabadítanunk. Tehát, hogyha mondjuk van new size elemünk, és mondjuk a size az nagyobb volt eddig, akkor ami kimarad, azt öm, meg kell semmisíteni. Így van. Tehát még egyszer, ha növeljük a méretet, ugye akkor a Size és a New Size között azt a pár elemet, amivel növeljük a méretet, annak azt le kell foglalni, azt a memóriát, létre kell hozni azt az, azt az objektumot, tulajdonképpen, azzal a kezdőértékkel. Viszont, hogyha csökkentjük, tehát van a new size és a size között elem, úgymond, akkor azokat föl kell szabadítanunk, meg kell szüntetnünk azokat a, az elemeket, azokat a, hát igen, elemeket, azt pedig ezzel a destroy ö, tudjuk, ugye. Jó. Egyébként meg a size-ot átállítjuk az új méretre. Ö, hogyha növeljük a méretet, gondolom mondom se kell, hogy akkor ez problémát nem fog okozni, mert itt ez a... Ciklus ez egy, egy elemre se fog lefutni. Jó. Na nézzük meg, hogy a pushbacknél milyen dolgunk van. Hát alapvetően itt ugye a reserve az már csinálja, amit kell. És itt kell ugye az értéket beállítani jóra. Tehát tulajdonképpen itt egy sima konstruktot kell nekünk hívni. És az utolsó elemhez, igen, de a címét kell átadni, LMS legyen a D. Legyen a D. Csak itt, hát annyit kéne módosítani, hogy itt egy konst referenciát adjunk már át. Csak hogy biztos legyen. Jó. Hát szerintem, szerintem meg is vagyunk. Mással én úgy gondolom, hogy nem kell most foglalkoznunk. Reméljük nem marad ki semmi. És akkor nézzük már, hogy itt mi van. Először még ezt a no defaultos részt kikommentelem csak ne zavarjon itt most össze minket. Na és akkor nézzük. Hiba számítok, csak szólok. Meglepő. Erre nem számítottam. Igen, így már mindenképp jobb, hogy nem hagyjuk le a pontos veszőt. No csak Oké, okay, és um, hát mondjuk ez még sokat nem mond, viszont elemezzük már ki egy blogrinddal, hogy mit mond. Csak szólok, de akkor uh, nyomjuk le a konstruktor tesztet mert az fog szerintem nekünk sok mindent megmondani. Opa. Csak fordítsam újra. Na, lássuk. Úgy tűnik, hogy működik az allokátoros verzió. Tehát átítuk a memória kezelést allokátorosra. tehát hozzunk létre egy tízelemű no default vektort. Így van. És ez itt nem is működik. Jó, ez pontosan azért, amit Bétrix is mondott, bocsánat, kicsit csaltam, visszatekertem a csetbe, hogy ö, itt ugye nullára inicializáltunk, alapvetően, Um, és ez most már megoldottuk, hogy például a stringeknél működjön. Tehát stringnél ez simán fog működni. De ez ugye azért lehetséges, mert hogy stringeknek ugye van default konstruktora, jó, és működik is. Azért lefuttatom a biztonság kedvéért, de rendben van. Szóval stringeknek van alapértelmezett konstruktora, viszont ennek a no default típusnak nincs alapértelmezett konstruktora, ugye ez a innen a név, tehát nekünk meg kell adnunk explicite, hogy milyen értéke legyen, milyen értékkel építsük be a vektorunkba, milyen értékkel adjuk hozzá a vektorunkhoz ezeket a elemeket. Hát itt ugye létrehozunk egy ilyen egyelemű no default vektort, itt meg átméretezzük ezt 10 eleműre, és mindegyiknek ezt a no default kettőt adjuk értékül. Egy dolog maradt hátra, mégpedig az, hogy valamelyest illesszük a vektorunkat a standard template libraryhez, amit ugye mutattam is, hogy jó lenne hogyha működnének az ilyen iterátorok, illetve működnének, a, mit tudnánk ilyen range for loop-ot írni, meg ilyesmi. Úgyhogy akkor ez most megírnánk a szükséges kellékeket. Ugye pár ilyen kis usingot ide bedobnánk, csak hogy tényleg illeszkedjen a, a dolog a STL-hez. Először is kell egy ilyen eh, size-type, eh, ami ugye a unsigned-long. Ezek csak tényleg ilyen, ilyen típus eh, aliaszok kint fogjuk használni, majd mindjárt megmutatom, hogy hogy. A size-ot kéne eltérnünk mindenképpen, mert eh, ezt kívül is használjuk alapvetően, ugye amikor a size-al ezt lekérdezzük, ezt viszont akkor át kell írnunk, ugye itt a size függvény visszatérési típusánál is, mert ugye azt adjuk vissza, hát szerintem a space az maradhat, de majd megnézzük, szerintem az nem olyan érdekes itt nekünk, jó, akkor kell egy using a value type-ra, ez pedig ugye a T lesz, tehát tulajdonképpen itt a típusnak adunk egy alternatív nevet, akkor mi is kell, még ugye kell egy iterátor, ami egy T pointer, illetve ennek egy konstans verziója, Csak mert ugye valamikor ilyen konstiterátoron keresztül kell tudnunk elérni, főleg, hogyha maga az objektum, amit be akarunk járni, az konstans, kell lenni fog a konstiterátor. Na, és akkor itt kezdjük el megírni ezeket a begin és end függvényeket. Először a sima iterátorra, és ugye ez annyit csinál, hogy visszaadja ugye a, az első elem címét, Ugyanezt meg kell írnunk a konstans verzióra. Itertor, iterator, iterátor, ilyen. Az úgy jobb. Mindenképpen akkor ez kellene az end-el, Ugye, hogy a végét is le tudjuk kérdezni. Az pedig az eszedik elem címe lesz. Ugye az end. Így van, így van. Mert az utolsó utáni elemre mutat mindig a, az end. Jó, és akkor első körbe szerintem az iterátoroknál ennyi elég is, és akkor ezt próbáljuk is ki. Hát, konstruktorok nem tesztelünk, ezek a double vektorok most nem fognak nekünk kelleni, hanem akkor ezen a string vektoron fogunk most hekkelni. Jó, hát a bejárás legyen meg, no defaultok -ok nem kellnek, üres string vektor nem kell, és akkor itt használjunk valamilyen standard template library is függvényt, ilyen például a find, ezt majd meg fogjuk nézni, át fogjuk beszélni, hogy hogy működik a következő alkalommal. Ugye elkezdjük a generikus programozást, és akkor ezt is át fogjuk beszélni. Na és akkor hívjuk a smv begint, illetve az smv endet. Ugye ezzel a find függvénye tudunk keresni konténerbe, és itt a első két paraméter azt mondjuk, hogy honnantól meddig, tehát milyen intervallumban keressünk, és itt pedig a harmadik paraméterben meg tudjuk mondani neki azt, hogy mit keressünk, hát mondjuk keressük g Keressük g És akkor ezt itt szépen nekünk ebbe a P pointerbe, hát ez egy iterátor lesz, ma a ez egy iterátorral tér vissza, ez ebbe az iterátorba elmenti, hogy melyik elem az, melyik elem az, és ezt itt akár át is tudjuk írni. Mondjuk ez legyen, hát mondjuk legyen Béla, csak hogy használjunk magyar neveket is, és hogyha minden igaz, most már működnie kell a Range for loop-nak is. Elbocsánat. Oké. Okay. Tehát itt most annyit csinálunk, hogy a P-t gyakorlatilag felülírjuk. Remélhetőleg fog is működni. De azért próbáljuk ki. Á, nem kell Most már ez a női lány se. Uh -huh. Kezdődik ezek a elegáns warningok. Határeset. Jó, na, és akkor látjuk, hogy itt szépen fölül is írta nekünk. Hogy lássuk. Ugye itt annyi történik, hogy ugye van egy string vektorunk, Jack, Jill, John, ezt itt ki szépen, jó, ez a sima hagyományos forciklussal, ugye amikor szépen az add függvényt hívjuk, és az add függvényel írjuk ki a tagjait, aztán utána itt elkezdjük használni a findot, ugye ami már egy iterátort, äh, iterátort vár, pontosabban iterátorral működik, ugye itt megadjuk az intervallumot, hogy milyen intervallumon akarunk valamit keresni, itt pedig megmondjuk, hogy mit keresünk. Hát a GL a második tag lesz, tehát ez a P, ami egy iterátor, erre a második tagra fog itt mutatni, és ezzel a csillag P egyenlő Bélával azt mondjuk, hogy az a az a tag, amire a P iterátorral mutatunk, az mostantól legyen Béla. Na, és akkor utána ezt ki tudjuk írni ezzel a szép range for loop -al. ugye beszéltük, hogy a range for loop -ok iterátorokkal működnek, és akkor itt látjuk, hogy ez szépen be is járja, ki is írja, és még a Bélát ki is cserélte. Egy pár módosítást azért csak csinálnék, mert hát végül is ez is jó így, De ugye ez ugyanazt jelenti, mintha csak imán vissza az elemet. Meg itt is. Tehát tulajdonképpen ez ugyanaz. Itt meg, csak hogy érezzük egy kicsit a pointer aritmetikát, itt meg az, mintha az elem pointert elépnetnénk ez helyjel. Jó, tehát ez is alapvetően ugyanazt jelenti. És itt is, hogyha ezt csináljuk. Jó. Még egy dologgal ki kell egészítenünk, mégpedig egy ezzel a back függvénnyel, és a back az nem konstiterátort ad vissza, hanem simát, és szerintem erre nem is fog kelleni konst verzió, és itt az utolsó elemnek a címét kell visszaadni, tehát az elem plusz elem s 1 egyet, mert ezeket még mindenképp használnánk, és akkor ide a végére pedig akkor megélnánk ezeket a iréz és inzert függvényeket, és akkor ezzel fejezzük be mára. Na de akkor. Nézzük is meg, és akkor az irézés is, meg az inzert is konvenciók szerint egy, egy iterátort ad vissza. Kezdjük szerintem az irézzel, mert az egy kicsit könnyebb, és tulajdonképpen itt is egy iterátort várunk. Tehát alapvetően ez úgy működne, hogy mutatunk valahova, és azt kell kitörölni, tehát azt a az elemet kell kitörölni, amire az iterátorunk mutat. Na most érdemes egy pici hiba kezeléssel kezdeni. Tehát hogyha ez a p az utolsó elemre mutat, akkor ne csináljunk semmit, csak adjuk vissza. Jó, tehát tényleg semmi különöset nem kell csinálnunk. Hogyha olyan elemre hivatkozunk, ami nincs a konténerbe, akkor szépen visszatérünk, nincs további teendünk. Viszont, hogyha ha olyan, ami, ami nem a vége, tehát konkrétan egy elem, akkor pedig szépen annyit kell csinálnunk, hogy egyel elmozgatjuk ugye az elemeket, ez pedig nagyon egyszerűen úgy tudjuk, hogy megyünk szépen pozícióról pozícióra. Ugye ez a P plusz 1, ugye ott megyünk a végéig, tehát amíg nem egyenlő a végével, és szépen lépkedünk egyesével, és itt szépen, mindig az előzőre rámásoljuk a, az aktuálisat. Azt pedig hát nagyon egyszerűen így tudjuk megtenni. Tehát a pozícióhoz képest mínusz 1 az legyen elő egyenlő a pozzal. Tehát szépen csak elmozgatjuk egyel az elemeket előre, onnantól kezdve, amit ki akarunk törölni. Hát ez így nagyjából egyszerű, viszont amint még meg kell tennünk, hogy föl kell szabadítanunk az utolsó elemet, tehát azt, amit, amit még mozgatni kéne, de hát ma ugye csak tulajdonképpen szépen lépésről lépésre fölülírjuk, de az utolsót még ki kell törölni, ezt pedig hát úgy tudjuk, hogy lekérdezzük a, a végét, ahhoz képest a mínusz egyediket és annak kell a, a értéke és annak az elemnek a címe. Na hát ez így rettenetesen néz ki, de majd ti kibogarázzátok otthon, hogy hogyan is kéne ennek e, szebben kinéznie. A lényeg az, hogy ugye a, az, az end ugye az utolsó utáni elemre mutat mindig, ahhoz képest visszalépünk egyet, E, azt ugye dereferenciáljuk, hogy ugye meglegyen a, a konkrét elem, tehát mert ugye most ugye itt még iterátorba vagyunk, tehát ez még egy iterátor, azt dereferenciáljuk, csak hogy meglegyen a maga az elem, és annak elkérjük a memória címét, Hát, hogy ez kell -e vagy nem, ez döntsétek el ti. Alapvetően lehetne ez kicsit egyszerűbben is. E, csak gondoltam, bedobom így, hogy lássatok ilyet is. Jó. Kitöröltünk egy elemet, csökkentenünk kell a méretet, és konvenciók szerint visszaadjuk az iterátort. Na, próbáljuk ki. Ugye annyi lesz itt a különbség, hát vegyünk már föl még ide párat. Megmondjuk, hát legyen egy Béla, Béla mindig kell, hogy legyen és akkor keressük meg gilt csak most ne átírjuk gilt hanem irézeljük. Jó. Tehát ezzel a iterátorral megkeressük, ugye a find al ugye a P-ben lesz az a P lesz az a elem, amire mutatunk, tehát a, amit keresünk, itt konkrétan Jill, kitörjük jill és nézzük, hogy mi történik. Oké, ez még a múltkori hiba. Jó, na nézzük Jack, Jill, Johnny, Jenny Béla, Jack John, Jenny Béla, Jill nincs ott. Úgyhogy akkor úgy tűnik, hogy jól dolgoztunk. Működik. Amit még szerintem ilyenkor érdemes lenne, csak mert egy picit hozzányúlunk a memóriához. hogy ez egy wallgrind de csak teszteljük már ki. Lehet, hogy ez ilyen paranoia, de biztos, ami biztos, jó, továbbra is jó a memória kezelésünk. Na, de ez az egyszerűbb volt. Öm, készítsük el az insertet, az egy picit bonyolultabb lesz az ennél, hiszen ott ö, azért kicsit több, több tendünk van. Jó, na, tehát akkor, ugye, konvenciók szerint megint egy iterátorral térünk vissza, ugye, insert lesz a függvény neve, egy iterátorral jelöljük ki azt, hogy hova akarjuk betenni, és legyen egy érték, hogy mit akarunk oda arra a kon konkrét helyre betenni. Jó, na tehát van egy, van egy iterátorunk, meg egy értékünk, tehát van egy, egy pozíciónk, hogy hova, meg egy érték, hogy mit. Na, ez eddig szuper. Na most itt használunk kell majd egy kis indexelést, úgyhogy alapvetően azzal kéne kezdeni, hogy elmentjük azt, hogy a P az a konténerünk hanyadik indexe, pontosabban, hogy hanyadik helyen vagyunk a konténerben, és itt mondjunk egy olyat, hogy a P-ből kivonjuk a begin ezzel megmondjuk azt, hogy hány hely van a kezdet és a P között, tehát ahova be akarjuk tenni. Na most, Nyilván itt kell egy pici memóriakezelés is, tegyük fel azt, hogy, hogy mondjuk pontosan annyi hely van foglalva a konténerünkbe, ahány elem most benne van. Tehát a size és a space az most egyenlő, mondjuk 8 elem, hát mit kell tenni, ha beteszünk egyet, ha inzerterünk egyet, meg kell növelni a memória területet. Na hát akkor ezt tegyük meg. Size, hát nem lenne fontos a tagfüggvényeket használni, de mindegy használjuk ezeket, akkor azt mondjuk, hogy rezerveljünk. Hát, de mennyit rizervőjünk Ugye itt könnyű lenne azt mondani, hogy kétszer a size de mi van, hogyha a size nulla, tehát hogyha egy üres vektorba tennénk insert el valamit. az benne van a pakliba. Tehát akkor csak kérdezzük már le itt a szájzot, és ha ez nulla, akkor foglaljunk nyolc elemnek helyet. Egyébként meg kétszer capacity -t. Tehát akkor duplázzuk a helyet. capacity ugye? Kétszer space. Így van. Hát mindegy, hogy size vagy capacity, mert ugye azt már feltettük, hogy egyenlő. Jó. Tehát még egyszer foglalunk helyet, de ugye ezt meg kell néznünk, hogy a size az nulla-e, tehát mert hogyha üres a vektor, akkor hiába akarnánk kétszer size-ot kérni, az úgy továbbra is nulla lenne, tehát hogyha nulla a size, akkor, akkor 8 elemnek foglalunk helyet, egyébként meg megduplázzuk. Jó. Eddig alapvetően rende van, és akkor most jön az, hogy konstruktolnunk kéne egy elemet. Tehát az utolsó elemet be kéne tennünk a végére. Hát simán csak készítünk egy elemet az utolsó helyére, mégpedig a legutolsó elemet kimásoljuk tulajdonképpen a, a végére, hiszen majd egyel fogjuk tolni a, a P és az N közötti elemeket, tehát fogunk egyet tolni, de a constructor foglalnunk kell, tehát constructor el kell készítenünk a, az utolsó memória területre egy új elemet, és értékül pedig adjuk neki a, azt, ami addig az utolsó volt, Oké, okay. és akkor most jön az, hogy egyrészt növelni kéne a szájzot, másrészt pedig akkor szépen át kéne másolgatni, Tehát egyel kéne tolni mindegyiket jobbra, ugye? És ez is kéne egy index, hát egy iterátor kéne. És itt pedig. A beginnhez képest eltoljuk indexel, ugye, amit itt ö, hoztunk létre. És akkor most csináljuk meg azt az eltolást. Ugye a, az end-1-től megyünk, ugye, egészen a, a pozícióink. és szépen egyesével, de nem, egy, nem, egyenlő, hanem nem egyenlő, és szépen megyünk visszafele, tehát lépegetünk visszafele, és így csináljuk meg a egyszerű kis másolást, hogy a, hát igen, tulajdonképpen toljuk egyel. Jó, eddig rendben van, tehát szépen azt csináltuk, hogy van ugye a hely, ahova be kell szúrnunk egy elemet, és onnantól kezdve mindegyiket eltoltuk egy hátrafele, hogy ugye oda be tudjuk tenni a, a, az elemet, tehát eltoljuk egy ilyen visszafele, pontosabban a hátrafele, igen, és most kéne azt, hogy itt betesszük ezt az értéket, tehát ugye amit be akarunk szúrni, ugye ezt pedig, hát a begin plusz index, mert ugye oda akarjuk beszúrni, legyen egyenlő a value-val, de ezt itt mindenképp dereferenciálni kell, pontosabban, hogy ö, ugye ennek adjuk értékül, és szerintem ezzel rendben is vagyunk. Még visszaadjuk Luka. a iterátort, és szerintem kész is. Remélhetőleg. Jó, próbáljuk ki. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Kitöröltük jill Hát akkor a helyére Uh, tegyük be mondjuk Josephet. És akkor lassan már az összes uh, fártry-öt fő gonoszon végigmentünk. Nem, nem szimpatikus ez a Warning. Na próbáljuk ki! Jó. Hát Wolgrind-ra -e együtt futtattam egyből. Na itt van az eredeti, ugye Jack, Jill, John, Jenny, Béla. Ugye jill kitöröltük. Szuper. És betesszük Joseph-et. Jack, Joseph, John, Jenny, Béla. Tökéletes. Tökéletes. Memória szivárgásunk sincs. Nagyon jó. Minden szuper. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ilyen sokan itt voltatok. Jó étvágyat, ha vacs már vacsoráztam, de köszönöm amúgy. Valamit biztos fogok enni. Jó, tehát tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm. Jövő héten nem lesz előadás, ne felejtjétek, Húsvét hétfő, nem tartunk órát. Két hét múlva folytatjuk, a héten meg még vannak laborok, úgyhogy az is, euh, a se felejtsétek. Na, további szép estét, további szép napot, szép hetet, szerbuztok!